Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan, 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Hello! Na, most veszem csak észre, hogy itt vagyok. Zsül! Fülhallgatók, hozzá már nekem létszik. Nem orgolódj te. Nem vagy már régi. Azért Zsül minden reggel régen. Igen, gyerekek. Hát gyerekek, hát. Kicsit belepunyultunk a melóba, érted, megszoktuk. Van erre egy mondás, vidéken készíts a meleg málé. Igen, ugye? Nem vagyunk szokva attól, hogy füles legyen minden reggel közül. Igen, új frizura tellik. Mi arra odafigyelünk azért, ezt levágatjuk. Mi a fene, végre valaki. Na már hallak rendesen. Most már egyik reggel sincs fülesem, észrevettétek? Igen. Tegnap se volt. Hát ez jelzés értékű. Valamit üzenni akar neked a Zsül. Ezzel. Hát vagy a vezetőség. Hát, ki tudja, érted, hogy ki akar ezzel üzenni, hogy nekem már munkaeszközeim sincsenek. Gondolkozzak el. Ezzel túl másba investálunk. Igen. Hogyan tovább? Ugye? Nem, ezen kéne elgondolkodni. Jön az új cucc, és ahhoz a régi darabonként értékesíteni kell, hogy ezt kibírjuk fizetni. És az én fülesen megkezdték? Hát Istenem, az, mert a bejárathoz teljesen a legközelebb, érted? Tehát, hogy logikusan, ha úgy gondolod, akkor belépsz, rögtön az elsőt megfogod. Igen, és mindenki körbe lopja, akkor én elveszem a kislányét, te elveszed, és akkor megy körbe-körbe. Mennek a fülesek körbe-körbe. És akkor a Rádió Történeti Múzeum adott egy jó árajánlatot ezek szerint. Igen. A fülesekre ne jó. Várjál, ő az újraadott. Ja, igen. Na mi újság van, hogy vettok? Jól. Hát aztán majd olyan 8 után már még jobban, akkor már még közelbe lesz a hétvége, de egyébként semmi gond nincs. Hogy lehet szerda reggel, ha 6 óra 10-kor már erre gondolni, hogy jön a hétvége? Eszembe nem jutott a hétvége. Még pozitív hozzáállás, ez jó, de hogy erre még nem tudok gondolni. Kellenek a kapaszkodók. Mindig valaminek át kell húzni a negatív vagy negatívabb perióduson mindig az embert. És ez elég egy apró kis momentum a napból. Most például arra gondoltam, hogy ilyen dónták kellenek reggel, mint ez a Fatima szám. Mert hogy olyan kis kellemes is hangulatos, igazából semmi komoly, de olyan kis laza. Igen, kis aranyos. A nap énekelünk ennyi. Jó, egy pantera is jó lett volna, de hát az ugye. Az, majd február. Február vége felé. Február vége felé majd betárazunk abból is. Lehet csibészkedni. Kicsit egyen, ha kevesebb refrényt tettek volna a végére ennek a dalnak, ez a ragyog a szívemből, akkor kicsit bejebb lennénk, de nagyon jó, tényleg ilyen tavasz-nyár. Tegnap láttam az első nagyobb mennyiségű havat. Na, hol? Viszont Egerbe kellett. Tévésztél? Ja, miért? Nem havas. Vagy leutaztál. Elutaztam Eger városába, és egyébként nagyon érdekes, mert ahogy elhagyod a fővárost, és mindenki azt mondja, hogy ha elkezdesz kifelé menni, akkor egy pár kilométer, mondjuk max 50, de van hó mindenütt. Itt egy szem se, és ugyanez volt Eger felé is, és megmondom őszintén, mentem itt délután 4 körül, olyan jó volt havat látni. Igen. Aki biztos benne van, meg mitél elakadt a utó, nem. De így, hogyha te nem vagy benne, és így végre azt mondom, január vége van, már másfél-két hónapja azért lehetne hó, és végre de jó néz ki. Azért is kérdeztem, hogy a tévé óriás műlesiklást néztél, ott biztos volt hó. Ja, ott igen. De akkor Eger felé is volt ezek Eger szerint. Felé. Hát, nekünk most hó az nem sok jut. Valami most szállingózott reggel, de hát nem nagyon kevéske, szóval, hogy egy ilyen pár csepp reggel kiálltam a garázsból, nyílt rendesen a garázskapu. Úgy kicsit havas volt ott a feljáró, de nem, azért ez nem egy komoly nem havazás. Fagyott oda akkor. Most nem. Szilikon? Rápisültem. Aha. Az a legjobb. Úgy indítottam reggel. De egész éjjel csavart? Emiatt? Egész éjjel. Ki nem megyek, hiát a szükség lesz. Már tegnap délután 4-től nem engedtem el, és akkor így viszont volt. Szépen a gumibetét. Igen, gyere, Golden River. A forró sárga lézerkéssel végigvágta a garázs kapuját. Nagyon jól jött, úgyhogy kinyílt, de nem, havat nem nagyon láttam gyerekek. Jó, csak tudod, hogy amire visszamész, addigra viszont be fog fagyni. Ja, mert igen? Igen, tehát megint úgy indulj el innen, hogy pisilni kell. De és akkor ezt most már tartsam fel márciusig. Igen, legyen nálad mindig tartalék, akkor jó. Mert az időleges megoldás, tehát te tudja kezelni a problémára, ki tudsz jönni, de hogy azt most visszazártad a kaput, eljöttél, most 11-re hazaérsz, az vége. Az nem jó. Egy jégtömbé fog összefagyni. Úgy fogom, majd egyszer kintom, akkor sose csukom le teljesen. Hanem egy picit mindig megállítom előtte. Ne. Ugyan kihűl a ház, de hogy annak jelen... hát igen, de legalább majd nyílni fog az ajtó. Nem, az csak valami tegnap ilyen kis üzemzavar lehetett, de tök jól nyílt. Na mindegy, szóval visszatérve arra, nem lesz nagyon komoly nagy havazás. Semmi gyerekek, semmi. Úgyhogy, hát olyan nagy sielések se lesznek.
Bár már működnek a pályák, meg hoágyúzzák, de hát azért ezek nem komolyak. Igen, mondtuk egyébként, hogy tegnap ugye sorra vettük azért a sípályákat, 2-3-at megemlítettünk, azért a hideg megvan, ők pedig hoágyúznak keményen, úgyhogy szerintem mehetnek azok, akik kedvelik a sportot. Jó, de hát hallod, az igazi síelő az a műhóval nincs jóban. Na hát nem rossz, kényszer megoldás, de, de jobb hiány jó az. A porhó, viszont abban tök lehetően is lehet megállni. Tudod, amikor kifarolsz, akkor így megdobja egy kicsit a havat, és akkor az egy látványos. Ez pont ugyanaz, mint amikor régen új kígyóson a földúton rendőrkanyarral vett. Rendőrkanyar vett. Tacskobringával? Rendőrkanyar? Ez mi csoda, rendőrkanyar? Te nem tudsz rendőrkanyarni. Nem tudom milyen. Kitolod a fenekét oldalra. Ja, farolsz? Farolsz, igen. Ja, farolsz, igen. Farolsz, de látványosan lehet, ezt nem lehet a kövesen, ez csak a földúton lehet megcsinálni. Tudom, hát ez ugyanaz, mint egy jó síelő a porhóban. Nálunk ugye hó az nem, vagy hát hegy nem nagyon jutott, tehát síelni nem tudtunk, nyáron viszont a rendőrkanyar volt. Én emlékszem, hogy nagyon sok egy reflexből mindig kontrasztam, csak amikor már favoritom volt, ez nem volt annyira egyszerű, mert hogy racsni és bringával azt nem lett, de előtte ugye mindig mi is. Az volt a hát legmenőbb. Kontrás hát persze, igen. A kontrás bringád volt, akkor tudtál jót farolni, igen. És amit már hátrafelé tudtál, az már nem volt jó. Ha túlnézted, akkor befaroltál, megállt a bringa, és hogyha nem, tehát ha túl nagy volt a sebesség, akkor ugye nem a támaszkodó lábad felé dőltél, hanem átdőltél a másik oldalra, szánalmasan a porfelhő kellős közepéből kiintettél, szevasztok, srácok, itt vagyok. Ennyi. Csak ha nem nézett volna senki, akkor nem volt akkor a siker. Az úgy volt jó, hogy láttál. Igen. Ma már mondjuk nem tudnám megcsinálni, de... Na mi van ezzel a robbangatással? Üzengetnek? Most kik üzengetnek? Kiderült valami? Hát, tudunk valamit? Hogy magára vállalta egy olyan szervezet, akikről eddig nem tudott senki semmit. Tehát, hogy egy picit sokáig vártuk ezzel a magára vállalással, főleg úgy, hogy nem volt az ő szervezetüknek semmi előzménye. Tehát, hogy hát, fene tudja, hogy ez is komoly vagy nem komoly. Lehet, hogy valaki megint kitalálta, hogy... Na most akkor hőssé válok valakinek a személyébe, vagy... Aha, de nem lehet akkor még az okot pontosan tudni. Nem. Meg most ugye, ahogy Jani mondta, hogy eddig a szervezetről semmit nem hallottál. Tehát nem tudod, hogy ez a robbantás után alakult meg, és gyorsan magára vállalta. Nem akarok ezzel humorizálni, nyilván, mert a dolog meg komoly. Ám most állítólag az, hogy más terv is volt, tehát hogy több vidéki bankot is megfenyegettek már. Ez a szervezet. De nem tudjuk, egy újságból. Mi a cél? Tehát, hogy az oké, hogy megvan az üzenetnek, de mi a cél? Ne, hát az üzenet az van, hogy mi voltunk, de hogy miért. Na ez az. Mi az eszme? Mi a hitvallás? Mi az üzenet? Mondjuk nem beszélget, vagy nem beszél a rendőrség arról, hogy mi van az üzenetben. Annyit tudunk, hogy újságból, betűkből összerakott üzenet, tehát mint a profik. Mint a közhelyes, vagy akciófilmekben. Igen, nyilván csípesszel fogta meg a betűket, és újra ragasztotta fel a papírra, tehát ennyit lehet tudni, de semmi többet, hogy mondjuk mi volt a célja. Ez olyan rossz, hogy az ember mellett felrobbantanak egy bankot, aztán a rendőrség nem mond semmit. Hát miért nem tudhatjuk? Nem lehet, nyomozati okok miatt. Na de hát, aki elküldte, az úgyis tudja, hogy küldte el, nem? Vagy akkor, tehát most igazából ezzel mit veszíti? Elmondják, hogy most részenként lett összerakva levél, akkor ebből most valami kiderül, és akkor a rabló jobban elkezd menekülni, mert már úgy érzi, hogy nyomon vannak. Igen. Tehát jó lenne tudni, nem? Igen, rájöttek. Rájöttek, hogy betűkből raktam össze. Rájöttek, hogy betűként vágtam ki. Igen. Mindig történik egy csomó minden, aztán nem hallod az utózöngéjét, nem? Hogy mi van? Ott van az a soroksári, hogy nem tudod, hogy mi van. Csönd van. Szeretné az ember megnyugodni. Szeretné már megtudni, hogy most már mi történt, meg valakit most már kapjanak el. Itt van a robbantás. Megint nem mondanak semmit. Vagy azt nem mondhatják, hogy nem tudunk semmit, és ezért inkább azt mondják, hogy nem mondanak semmit? Hát azt ciki mondani. Azt ciki mondani. Igen, azt aha. Nem. Szóval, hogy jó lenne tudni, hát mégiscsak ott mellettet fölrobban egy bank, hát úgy azért szeretné tudni, hogy úgy mi legalább elindultak-e. Vagy van-e valami nyom? Nem? A levéllel kapcsolatosan teljesen igazad van, hiszen azt ugye az elkövető, vagy az állítólagos elkövető írta. Hát azt úgy is tudja, hogy ő jelevet, most lehozzák, hogy egy részletekből összerakott levél, egyébként meg arra gyanakodunk, hogy jött egy szervezet, ők bevallották, de egyelőre ez még nem komoly. Mit tudom én, bármi. És akkor van valami, amiről úgy azt gondolhatod, hogy ez így jó. Vagy legalább nyomon vannak, nem? De így van, abszolút. És ráadásul a munkatársok se beszélgethetnek, vagy beszélhetnek, mert én annál a banknál vagyok, amit fölrobbantottak, és most elmentem egy másik fiókba, és nagyon helyesen jött hozzám szerintem ő a fiók vezető, mert azt nem mondta, de abban, amit fölrobbantottak, és mondta, hogy jaj, de örül, hogy jól vagyok. Hát mondom, én ne lettem volna, nem voltam ott a robbantásnál, de hogy én közel lakom,
elmeséltem neki, hogy föl nem ébredt rá senki a családból, és akkor próbáltam valamit kiszedni, tudod, hát mégiscsak tud valami információt, és azt mondta, hogy nem mondhat semmit, majd márciusban nyitnak újra. Ja, hogy ő tudott valamit, de nem mondhat semmit. Hát nem tudom, hogy tudott-e valamit, de mondta így, hogy hát szóval így elzárkózott minden elől. Nyilván nem beszélhetnek semmiről. Még ha tudnak is valamit. Ő banki alkalmazott volt? Aha. Uh-huh. Ott az ottani fiókban volt, most őket szétrakosgatták a különböző más fiókokban, és akkor majd mennek vissza. Uh-huh. És figyeljetek, van még ez a 10 milliós vérdíj? Van. Van még? Persze. Abba belegondoltatok például, hogy... Földobunk hogy, téged, hát, és felezünk a Balázsral, igen? Nem rossz egyébként az ötlet, mert hogy ha belegondoltok, hogy mondjuk 10 millió forintot most sokkal nagyobb eséllyel tudnál megszerezni, tutira, aha, mint mondjuk az ötös találatos, teli találatos szelvény a lotton, mert hogy matematikailag sokkal nagyobb az esélye arra, hogy ugye mi valamivel kevesebb, mint 10 millióan vagyunk. Hogyha magyar volt az elkövető, és csak egy embert tudsz megjelölni, akkor sokkal nagyobb az esélyed arra, hogy ezt az egyet fogod megjelölni, és ezzel behúzod a 10 milliót, mintha mondjuk egy szelvénnyel próbálnád meg az öt találatost. Ő csak egy 10 bisi, úgy meg 2 milliárd. Jó, de nagyobb rá az esély. Igen. Mondjuk inkább a tutib 10 millióra utazol, vagy a kevésbé tutib 1,2 milliárd, vagy mit tudom én. Tehát szúrópróba szerűen induljak, igen, el, aki gyanús mutassak rá, hát ha bejön. Igen. Az ötösnek mennyi az esélye? Egy a... Hát figyelj, ahhoz, hogy tutira menjél, megnéztem, 43.949.268 darab szelvényre lenne szükséged egy számítás alapján. Nem biztos, tehát annyi variáció van. Igen. Azt a mindenit. Na, ehhez képest meg, érted, itt meg egy a 10 millióhoz. Igen, akkor ez így jobban hangzik. Jó, akkor te voltál. Igen, kettő már kizárva. Ha titeket nem tudlak fel, ha itt kettő ki, akkor az már csak 9.999.000. 10 misi. Valaha valakinek kifizettek már ennyi pénzt? Igen? Hát, hogy 10 misit, igen, de szerintem ennyi is volt. Igen. Várjál csak, valami esetben hát volt. A Móri esetben ott kifizettek, és aztán ott volt is egy kis anomália dolog a kapcsolatban, mert hogy nem feltétlen annak ment, aki a bizonyítékkal szolgált, mert úgy tudom, hogy ebből volt egy kis... Bizonyítékkal szolgált a Móri esetben, csak nem jó bizonyítékkal, igen, és ugye az alapján indult el a nyomozás, meg aztán a büntetés is az alapján szabták ki, pont Annával beszéltük ezt valamelyik reggel, ő mondta el, hogy ugye odaadták a 10 milliót valakinek, aki mondott egy infót, aztán az alapján lecsuktak valakit, ugye? Igen, és aztán az, aki megtalálta a fegyvert, amivel elkövették a gyilkosságokat, az meg nem kapott semmit. Igen, azt tudom. Egy detektoros úri ember. Igen, azt gondolom, inkább arra van, ott nyilatkozik a Torgene. Bizony, Sanyi. Hogy az, aki érintve volt, az dobja föl azt, nem? Tehát, hogy ez nem is arra alapozik, hogy mit valaki jelentsen be, hanem aki tud valamit, azt motiválják, hogy inkább jobb földobni. Aha. Nem? Egy civil ember hát nyilván nem tud földobni, mert nem tudsz erről semmit. Hát, tehát ez a 10 millió, ez annak szól, aki a közvetlen környezetében esetleg elgondolkodhat azon, hogy ő benne volt, de inkább földobja. Aha. Hm. És akkor 10-ért megteszed meg egy jó tanúvédelmi programért? Hogy a kollégák ne csináljanak ki. Na például, nem? Hát igen. Ahhoz, és ez mindig automatikus? Kevés. Ez automatikus, vagy pedig csak akkor dobják fel, amikor már nagyon elvesztették a fonalat, vagy nem találnak semmilyen bizonyítékot. Aha. Én arra ez automatikus szokott lenni, ez akkor nem dobják föl, ha van egy eléggé forró nyom, akkor nem dobnak föl megtalálói díjat. De egyébként szoktak. Aha. Egyébként szoktak. Ugye Soroksári esetnél sincs azért pénzdíj, mert hogy elvileg ugye nyomon vannak. Tehát arról se hall az ember túl sokat, hogy ott mi történik. Mit kezdtél el? Hogy azon gondolkodtam csak, amit itt te mondtál, hogy akkor ez nem a lakosságnak szól igazából? Mert én arra gondolnék, hogyha valaki látott valamit, akkor az mondja el. De ez egy érdekes fölvetés, amit te mondasz, hogy 10 millió forintot bedobok, mert akkor hát, ha a bűnelkövető társa... Tehát, valószínűleg ez erről szól. Aha. Még én bedobom, hogy szürke enduro, az még nem nyomra vezető, mert van az országban 3-3 ezer szürke enduro, nem? Tehát nem tudsz igazán nyomra vezetni te laikusként, vagy a cic személy leírás még az se nyomra vezető. A nyomra vezető az, ha odaviszed és benyitsz, és ott van. Aha. Na most ilyet csak azt tud csinálni, aki egyébként benne van. Igen. Nem? Tehát szerintem ezek a pénzdíjak mindig arról szólnak, hogy hát, ha van egy csendes társ, tudod, aki inkább ki akar az egészbe szállni, fölnyomja,
köt egy vállalkot, megkapja a pénzt, és kész. Eltüntetik egy nyilván nagyon benne volt, és együtt csináltatok a bombát, nem kapott meg a 10 milliót, hanem bűnrészesi miatt téged is előállítanak. Tehát... Ez a nyomra vezető része, de akkor, hogyha mondjuk perdöntő bizonyítékkal állsz elő, adott esetben, amihez véletlenül jutottál hozzáállást, például a Móri ügyben ez az úriember, aki megtalálta azt a pisztolyt, miközben detektorral vizsgálgatta a patakpartot, másokból kifolyólag, akkor is jár neked. Tehát, hogy akkor egy bizonyítékkal szolgálsz, akkor igazából nem úgy vagy nyomra vezető, ahogy te mondod. Tehát nem volt benne az ügyben, hanem csak hozzájutott valamilyen bizonyítékhoz. Hát, ha perdöntő tárgyi bizonyíték, meg vagy olyat látod, akkor biztos ő is megkapja. Aha. Lehet, hogy nyilván ez is elég. Hát ezt a rendőrség dönti el, hogy mert ott a Móri gyilkosság ügyében az a fegyver a patakparton, az pont elég volt, hogy letisztázza az ügyet. Tehát ott az egy perdöntő dolog volt. Ez bruttó vagy nettó? Azt se tudjuk. Na minden, nem mintha lenne jelentősége, csak kérdezem. Ebben az országban minden bruttó. Kivéve a lottó. Azt megkapott kézben. Ja, és még egy hír, hogy állítólag nő volt most ez az új, a motoros, a robbantó. De még úgy ült a nyerekbe, mint ahogy a lovon szoktak, hogy mind a két lába egy oldalra lógott? Vagy igen. És hosszú stólája volt. Régen, ahogy a nők lovagoltak, vagy ez miből látszik? Nem tudom, csak most ez a hír jött ki tegnap. Nagyon risszált, amikor odavitte a csomagot? Igen, és magas sarkú cipőben volt, és a hosszú göndör vörös haj omlott elő a bukósisak alól, nem tudom. Nem, talán mozgásból ezt meg tudják mondani. Mennyit kap az ember egy ilyenért, hogy robbantott, de nem halt meg senki? És büntetlen előéletű. Ha jótól kérdezed, a legutoljára, amikor ilyen ügyben döntést hoztam a bíróságon... Mondjuk két év. Én szerzek egy szürke endurót, te elviszel engem föladni, és azt mondod, hogy én voltam. Nyomra vezetsz, ott van a motor, szerzünk egy hasonló ruhát, én bemegyek két évre, te megkapod a 10 misit. Hát... Seggére vesz, kijövök én, meg jó megszív. Igen. Jó, ez nem jó biznisz. De ha mondjuk nagyobb a nyomra vezetői díj, mondjuk 50, akkor te beviszel engem, én leülöm. Ülnél két évet 25 millió forintért? Nem. Rossz kérdés. Az átlag magyar ember mennyi pénzért ülne két évet? Ez egy jó kérdés, és szoktam ilyet játszani a barátaimmal, mennyire vágnád le a kis ujjadat, meg hasonló, és mindig van az összeg, amiért azért senki nem tud ellenállni. Hát figyelj, 30-40-50 millió forintért két évet bemenni. Hát, ott minimum a 50-50, na most ha csak az 50-et veszük alapnak, amit az előbb mondtál, akkor 25-öt kapok én, a másik 25-öt, gondoljam arra, hogy mit fog az kamatozni, amire te kijössz. Hát most 2% mellett nem sokat. Nem nagyon tüberek. Nyilván ugye megkérdezik, mi volt a robbanószer. Tudnod kell egy csomó mindent. De mondjuk valahogy felkészülünk ebből. És mondjuk, ha nyomra vezető, hogy fél évben nincs, és már 60 millió forint. Kitaláljuk kette, hogy én föladlak. Nincs semmilyen nyom. Tehát 60 millióért, és kapsz, mit egy robban, nem mehalt meg senki, büntetlen előéletű vagy, nem vittél el pénzt, tehát nem tudom elképzelni, hogy most 8 évet kapjál ezért, az már ilyen halmozati bűncselekmény. Kettő fél. 40 misi, vár téged, aki jössz, na? És kettel lejátszuk, hogy én föladlak téged. De nem. Akkor meg legyen egy jobb. Nem veszélyeztessünk senki más, csak veszélyeztessük egymást. Raboljuk el egymást. Húzzunk sorsot, vagy te rabolsz el engem, vagy én téged, vagy mi ketten a Ferit. Az nehezebb, jó lesz. Elraboljuk, igen. Eltűnik. Az egész család nagyon keservesen sír, mindenki aggódik, hol lehet a Feri, hol vannak a pénteki receptek, stb. És utána az egyikünk feldobja a másikunkat. Nyilván lesz itt is egy nagyobb összeg, amennyire megtaláltatnák a Ferit, és akkor tessék, jók vagyunk. Na? Nem veszélyeztetünk senkit, csak egymást, a végén pedig majd harmadolunk. Én mit mondok, hogy ki rabolt el? Illetve nem, én lúzer vagyok, valószínűleg csak egy ilyen ötödöt kapnék. Ez már más, ez valakit elrabolni, személyi szabadság korlátozás, ez azért már többet ülsz. Az többet ülsz, mint egy szimpla házileg elkészített. Na de ki fizeti ki? Hát majd az ORFK. Mit? Mi? Hát van egy VRD-je, nyomra vezetői díj. Aha. Ja, értem. Na jó, és akkor azt mondod, hogy nem te raboltál el, hanem te tudod, hogy én hol vagyok. Ennyi, tudom, feldoblak téged. Te voltál. Így voltál a pénteki receptekre. De ez nem jó, mert akkor már hárman kell osztozni. Csatni. Ugye? Tehát több felé osztozunk. De sokkal nagyobb a lóvé. Hát emberrablás ügyről van szó, kérem szépen. Ráadásul egy celebritásról. Keresni valaki a Ferit? Gyerek apjáról. Szerető férről. Tudod, elrabolnánk a Ferit, nagyon rákészülnénk, elrejtünk is, mondaná a rendőrség, nyomra vezető, hogy így 10 000 forint. És ott ülnénk mi hárma. Hallod, Jani? Nem ez ott megbeszélve, hallod? Hallod? Milliókat ígértél. Tesó, milliókat ígértél, tesó. Hát mit csináljunk most? 10 000 forintot adnak a Feriért. Na?
figyelj, én nem vagyok értékes, én valószínűleg utána csak egy éves BKV bérletet kapnátok. De, akkor itt vagy te? Akkor téged majd el. Jó, raboljatok el engem. Érted? Szerintem a kolosiek is feldobnak hozzá egy pár millát, amikor érzik majd, hogy a Bencének nem megy annyira. Hogy kéne valamit forgatni. Na mindegy, jól csak gondolkoztam, hogy jó van, megvagy. Le lehetne így játszani, persze, hogy 10 misér, akkor egymást földobjuk, de hát most akkor jön az első kérdés, mondja el, miből volt a bomba. Szóval már azért, hogy lejönne. Bocsánat, megvan, vettem a bombát, én nem tudom, egy embertől a piacon. Hova rögzítette? Mivel indította? Igen, mit csinált? Hogy indította el? Tehát az azért kapná három kereszt kérdést, nem tudnád megválaszolni, azért furán nézzenek rá. Ezért mondom, hogy ez lesz jó. Addig egy kis banánodat, addig moralizálgassál itt, ami szabadlábon vagy. Rácsesztek a 10.000 forint, ezt a megtalálóid így nálam is. Hello, Anna! Sziasztok! Egy mondatot szabad hozzá? Na. Akkor nagyon-nagyon megszívnátok, hogyha precedens értékű ítélet szület, elfogadják, ti vagytok ön, és nem jössz ki többet. Mint a Viszkisnél mondjuk oda vágták azért neki rendesen, pont azért, mert az első ilyen sztori volt, most is ez az első sztori volt, és születik egy precedens értékű, és 25 évecskétben vagy. Sátoralja új helyet. De bocs, ez melyik most? Azért, mert elraboljuk egymást? Hát nem, a robbantás. Hát, hogy, aha. Ja, hogy elriasszák a többieket, persze, hogy ilyet ne csináljanak. Igen, és aha. akkor megjártál. 10 millió osztva 25 évvel, hát évenként egy nem mennyit. Bocsánat, nem válaszva, hanem együtt 25. Nem, csak hogy majd fejben arra tudsz gondolni, hogy mennyit tudsz évenként. De, tehát mennyit ér egy év? Nem sokat. Hát most 500.000 forintot. Körülbelül mondjuk 20 évre bemész, igen. Milyen a komornyikoddal? Hát ott törekszik meg. Azt szeregetek. Csúnyán rácsesznénk. Na mindegy, jó, nem csak gondolkoztam. Ott áll a csengő mellett a konyhában. És nehogy már rendőrségnél hagyjunk 10 milliót, hát valahogy vegyük már föl, nem? Hát valamit vezessük már őket nyomra. Hát okoskodnak ezzel szerintem most páran. Hát persze, páran gondolkoznak. Dobjuk fel a Zsüld, úgyis elfelejtette a fülesedet ma reggel. Vegyünk neki egy endurót, amikor itt kint ráül, fotózzuk. Tudod, én nagyon nyomorult csődbe húzom. Próbáld már ki az új mocim, Zsül. Na, ahogy ráül az endurora, azonnal fotó. Háttal ülsz. Azonnal fölnyomjuk, fölveszünk a 10 milliót, aztán elszivárgunk. Ezt már Zsül kimagyarázza, hogy tudja. Érted? Azt írja, hogy raboljátok-e Péter Árpádot, ő nem kiabál a segítségért. Mondjuk ez is igaz. Az is igaz. Ő nem egy hebrecs típus. Na, hát nem sokat beszél, hát most van ilyen. Na jó, ahogy állunk játékkal? 2-0. Igen, most viszonylag jók vagyunk. Uh-huh. Tegnap játszottam egy nagyon kedves hallgatóval. Ja igen, ő arcoskodott, aztán benézte. Igen, finoman. Egy nagyon kedves hallgatóval. Hétfőn te játszottál, és mind a ketten nyertetek. Úgyhogy ha már ilyen jó megy, folytassátok a sort. Ha behúzunk ma még egyet, akkor meg vagyunk? Akkor meg vagyunk. Na jó van. Lehet jelentkezni játékra SMS-ben, jó? Egészen nyugodtan. Mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc van pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Havas az M1-es, az 50-es kilométertől, de még jól járható. Népstadionnál szakad a hó, és az 5-ös úton már megmarad a hó. Kecskemét Kiskunfél egyháza között, az okos közútkezelő pedig végig sózta a felező vonalat. Hát, hogy lássad, hogy nem kell átmenni. Hogy fehér. Igen. Tök korrekt, nem? Hát most az se jó, ha lesózza, ha nem sózza. Hát most mit csináljanak szegények? Vagy túrják le előbb, aztán sózzanak? Vagy mi a jó? Nem tudom. 106-os kilométernél elindultak a hókotrók, mind a három sávot túrják Budapest felé. Ez szintén az M5-ösön van. Ezt Pisti küldte nekünk, köszönjük szépen. És M7-es Balaton-Szentgyörgytől Pest felé hófehér, mint a jegesmackom háta. Ezt pedig Fecóka küldte nekünk. Na jó van. Oké, megnézzük, hogy ki a ma reggel első játékosa. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Jó reggelt, fiúk, jó reggelt. Halló, jó reggelt. Szia. Jó reggelt, szervusztok, Lajos vagyok. Hello, Lajos. Lajos, honnan hívsz minket? Budapestről, a 17. kerületben. Még otthon, vagy munkahelyen? Hát most itthon is, és munkahelyen is, mert hát itt hol saját magam végzem a munkámat, autószerelő vagyok. Autószerelő. De jó, és akkor ott a házban van alul egy kis műhely? Hát van egy ház, egy családi ház, és van egy műhely kialakítva. Klasszik garázs műhely, vagy van külön egy kis épület? Egy külön épület van. De jó is. Milyen autókat szerelsz? Általában elsősorban európai autókat, meg hát amelyiknek a garanciája már lejárt.
tehát az olyan jellegű. Aha, tehát, hogy nem, hát nem szakszervízben viszik, hanem hozzád. Aha. Hogy nem szakszervízbe viszik már, hanem hozzád, ugye nincs gari rajta, akkor szokták. Hát akkor igen, talán. Na jó van, kivel szeretnél játszani, Lajos? Játszunk a Ferivel, mert Tivál játszottad a készeket, de Janival. Jó. És túl jók voltak a héten. Most már vigyázni kell velük. Jó, Feri se piskolta. Kétszer nyertek. Volt hát már nálad Feri valami lejárt garis autóval? Neki soha nincsen a lejárt garis autója. De, van. Soha nincs gari az autója. Ne, nincs baj vele, tudod? Ez a különbség. Értem. Erre nem kell garit adni, ez jó. Ó, oké, hát hála jó Istennek, örüljünk neki. Na jó, mehetünk. Tényleg. De te tolod ki a szemem itt a stúdióból. Ja, Feri, köszi, hogy tegnap bevásároltál nekem, még nem is mondtam. Na, ez volt. Rom autómmal elhoztam neked a cuccot. Na. Na, menjünk, Jani. 3, 2, 1, fire. Lajos, nyitva vagy már? A műhelyjel? Nyitva nem vagyok, még csak saját magam végezt. Na, hát ez egy nagyon rövid játék. Szép volt, Feri! Szép volt, Feri! Hát az az igazság, megmondom neked őszintén, a feleségemmel fogadtam, hogy 4 vagy 5 másodperc alatt mondom ki a tiltott szavat, vagy szólt, de hát úgy látom, hogy 2 is elég volt. És nyerni akartál, mi a feleségeddel szemben? Játszottunk, ez a lényeg egyébként, úgyhogy. De hogyha rosszom. Ahogy hallom, sokat nem, ugye Lajos? Tehát ugye nagyon nagy rákészülés nem volt azért a feleségeddel, nem? Tehát ugye egy-egy játék, de... Azért nem hosszú hónapok tréningje vagy most így. Nem, természetesen. Azért, mert igen. Ez most így sikerül. Gratulálok a Ferinak, és sajnálom a hallgatókat, hogy ilyen béna voltam, úgyhogy... Nekik ez mindig van. Öröm, ne aggódj. Ők sokkal jobban utálják, ha valaki nyer, mert azt akkor lehet utálni, mert kapott ajándékcsomagot. De a hallgató akkor örül, ha valakit elbukja, vagy béna, vagy... Ilyenek vagyunk. Én aggódtam most, de úgy becsületesen. Tehát de nagyon, a, nagyon korrekt. A palkalmából ezt nyertem készen. Szülinapod van? Hát boldog születésnapod. Köszönöm szépen. Boldogat. Meg szabad kérdezni, hogy hanyadik? 51. Nagyon jó. És van vitalitás a hangba? Az van. Ez a micsoda van benne? Vitalitás van a hangban. Ja? Hát miért ne lenne 51 évesen, nem 80 éves? Hát én azért találkozok még a saját korosztályomban is olyanokkal, akiken érthetetlen módon olyan szinten előjön az életuncság, az enerváltság, a fáradtság. Igen, egy is belefutottam egy-kettő, pont beszélgettünk el. De már szól a telefonod, hív, ki hív? A feleséged? Vagy mind? Nem, szerintem a lányom születésnapom alkalmából, úgyhogy... Hát ugye azért gratulálni akar a játék. Hallottam. Nem, ez van, mi gratulálni hallod. Szia, papa, fantasztikus. Igen, fantasztikus volt a reggel, papa, boldog születésnapot. Körülbelül ezt mondja, hogy annyilag 3 éves vagy, apa. Jó, figyelj, hát mi azért már itt edzésben vagyunk, ugye sok mindenkivel játszunk, te pedig kevésbé, de nem baj ez, Lajos, ügyes voltál ennek ellenére. Komolyan, tényleg. Ekkora hazugságon, de azért a jó eset, köszönöm. Hát próbálok itt bokkolni finoman. Lajos, köszi a játékot. Én is köszönöm, szervusztok, szép napot. Ciao, hello. Szia, neked is. Na, akkor hét. Gyerekek. Rendbe téve. Jöjjön bármi holnap után, a hét megvan. A múlt hét bosszúért kiáltott, ezt megmondtuk. Így van, a 3-2-es kikapásunkat most vissza kellett hozni. Bizony, egy elvesztett hét után mindig magunkra találunk. Kell egy-két pofon nekünk is azért, nem? Hogy úgy kicsit úgy még komolyan vegyük ezt a játékot. Ha mindig nem lehet jó. Mindig nem nyerhetünk. Igen. Így akkor most sima 3-0, ugye? Mhm. Ebből még 5-0 is lehet, akkor lehet. Ha nagyon ügyes vagyunk, akkor ez a két nap még, ha behúzásra kerül, akkor megvan az 5-0, de ne legyünk elégedetlenek, ebben az évben már volt egy 5-0-ás hetünk. Igen. Úgyhogy. Igen. Na nézzük még egy-két közlekedési hírt. M6-as Pécs-Budapest full havas, Hókotról sehol. Költői csak kicsit csúszik, ezt Kami küldte. M3-ason Hókotrók dolgoznak, ezt tiszta Amerika, írta nekünk egy hallgató. M6 Szügyi Koszos, Kotró, Nuku, Max 90, kilincsel előre. Máté küldte el nekünk szintén az M6-osról az infót, és 63-as főút havas csúszós Vajtánnál, KPMS autók ritkák, mint a fehér holló, köszönjük a csomagot. Na, akkor a sípályákon megy azért a műhó mellé egy kis. Mádom, hogy így aggódsz a sípályákért, ez annyira, nekem annyira szimpatikus. Aki sportolni akar, az menjen, a sport egészséges, jó dolog, csak mondom, hogy... Na, ha még én mondanám, tudod, az úgy, de úgy szeretem, hogy te egy a sípályák mellett kampányolsz. Ez jó, nekem ez nagyon tetszik. Sátor a Jaújhely tervezett nyitás. Ma, kékestető, holnap. Jó? Hétvégén már teljesen. Hétvégén pedig lehet menni. Kutyafájt hétvégén most már létreállsz, nem? Há, viccelt. Ne, hát én otthon leszek, és elégedetten gondolok majd azokra az emberekre. Akiknek meghoztad. Ülsz bent a melegben. Igen. Akiknek meghoztad a kedvét.
Na jó van. Oké, okay, 2 perc van, pontosan 7 óra. Jönnek a hírek, méghozzá a legfrissebb hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szakad a hó Budapesten is. Most már itt ilyen az Üllői úton is esik a hó. Hát olyan kis havacska. Na, hát, de jó, ez hát most még az. Hát nem marad sokáig meg, de most esik. Miért nem? Hát miért jön az enyhülés, meg elmennek a hófelhők. De estig maradjon már legalább egy kis angyalkázás, egy kis hógoló. Hát, ha te ebben most még befekszel angyalcsányba. Hát ebben még nem. Jó, a gyerek angyalka, én csak angyal. Ebben még most azért ne feküdj be angyalkázni, Feri, a rám hallgatsz. Mit csinál a bácsi a tócában, anya? Miért fetreng? Nem tudom, milyen angyalkába hiszel te, én azért várnék ezzel még legalább egy napot, utána már mehet az angyalkázás. Ma még azért nem biztos, hogy kiszaladnék, és a kis szép neoprém kabátod, vagy mivel kifeküdél angyalkázni, lehet, hogy kicsit elmosodott lesz az angyal. Estére 15 centi eshet, és akkor abban már lehet. Hát, neccesen igen. Most még azért várja, egy napot még várja. Ha így esik holnapig, ott már lehet angyalkázni. Én ma még nem mennék ki angyalkázni. Meg, hogyha Feri elkezd angyalkázni, érted, ott kitakarítod egy akkora foltot, amire egy Mi-24-es simán le tudsz szállni. Azért tehát, csinálom, engem érte? Szokott megkérni a repülő század. Hogy átirántják a gépeket Feri egyről, akkor leszállnak oda, ahol Feri angyalkázott egyet. Úgyhogy gyerítenek, meg takarítsak. Igen, de nem lesz komoly hó, már legalábbis Budapesten, most mondom én ezt a komoly havat úgy, hogy közben havazik brutálisan, de tényleg nem. Szóval, hogy egyrészt elolvad, kettő nem is havazik olyan nagyon-nagyon sokáig, ezt olvasom az erőjelzésekben. Már egyébként délután én 1 óra, 2 óra fele el is áll. Tehát sajnos ez még azért nem egy... Még senkinek kezdjen szánkot vakszolni. Még azért ez nem igazán jó hó. Tapolca sümeg között az Erdei úton, kamion az úton keresztbe, személyautók elférnek mellette, a többiek a 84-es úton, illetve Nyirád felé tudnak kerülni. Balu küldte nekünk. Csákvár felcsút közt szakad a hó, megmaradós lassú haladás, ez nem autópálya, de sokan járnak. Erre is szép napot, Tibi. Hát felcsút nem sokára repülőteret kap, nem? Persze. Hát, hanem metrót. Igen. M6-os beállt, Pest felé 2 darab hókotról megy a sávban, legalább 8 kilométeres a sor, 50 km/h a sebesség, 24 órás futár. Pisti küldte ezt. Nyugtasson meg mindenkit a tudat, hogy Ausztriában is így csinálják. Mit? Hát ezt a klasszik hókotról elől megy az egyik, kicsit mögötte a külső sávban megy a másik, és 30 kilométeren keresztül 50 km/h tolják halva. Tehát ez nem egy magyar sajátosság. Így lesz tiszta az út sajnos. Tehát ezt erre nem tudtak mit kitalálni. Ennyi. Még a sineket is egyébként többé-kevésbé úgy takarítják. Én láttam valamelyik nap egy ilyen dízel mozdonyos hóekés megoldást, ahogy tolják le a sinekről a havat. Magyarország is, amikor pár hónappal ezelőtt, vagy nem, azt hiszem tavaly volt, hogy ment körbe az interneten egy ilyen videó, ami egyébként iszonyatosan látványos volt, talán Új-Zélandot. Ja, tolta a havat, igen. Tolt, szenzációs volt, de nálunk is ugyanígy megy, iszonyat hóekével. Csak meg nem lehet olyan gyorsan menni a sinek miatt. Hát, ha falevél van rajta, akkor azért. És a hó alatt meg búvó falevél. Hóha. Nem is látod. Júj, de a havas falevél az a legveszélyesebb. Az bizony, az veszélyesebb, mint a sötétben bujkál a rémérterjesztő ellenforradalmá. Igen. 3-as karambola a 031-es főúti kihajtójánál, már szedik a roncsokat, és törmelékes az út is, üzente nekünk Kobold, és óriási baleset az 52-es úton, a 45-ös kilométernél órákra lezárhatják az 52-es utat, ezt Jaki küldte nekünk. A budai alsórakparton hull a hó, de a frizurám tart, és 8-as várpalota -3 fok, szemembe esik a hó, kis kocs küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Na, hát ezek a legfrissebb közlekedési hírek tulajdonképpen. Győr-Rajka jól járható, és Szolnokon is esik a hó. Akkor ez most már egy ilyen országos szintű kis havazás, Sanyiska? Igen? De azt is mondták, hogy ma mindenfelé lehet. Óvatosan hozzátették, hogy ezt nem tudják hol és mennyi. De lehet. Igen. Így van. Ahogy látom, Békés Csaba, Budapest. Paks, Pécs, Sármellék, Siófok, Szeged. Nem mond végig. Vagy hát szóljál, addig iszom egy kortyot, nem tudom, mi van a V betűnél. Vecsés, vagy X-nél, vagy zsérje van-e valami, de akkor tudok inni egy kortyát. Hallottátok ezt a Karib-tengeri hajót? Ami ott most úgy, mint egy ilyen szellemhajó, nem tud kikötni sehova, megy a tengeren, a fedélzetén 600 hányó fosó turistával, akik között elszabadult a vírus, a járvány, és nem tudják megállítani, és nem köthetnek ki sehova. És állítólag úgy néz ki a hajó, mint valami ilyen nemzet, a hadi állapot. Ugye kezdődött az egész azzal, hogy ők kihajóztak valahol, mit tudom én, a Karib-tengeren, és
ki kellett volna kötni New Jersey-ben. Tehát föl kellett volna szépen hajózni Karib-tenger, és akkor fölmenni New Jersey-ben. Na most ez a dolog, ez nem tudott megtörténni, mert hogy észrevették, hogy az egyik beteg, az támolyogott a fedélzeten. Hmm. Csak mondták, hogy jó, hát biztos tengeri beteg adtak neki. Amikor elhányta magát, akkor kicsit fura lett, gyorsan föltakarítottak, majd a következő beteg is elhányta magát, ezeket ugye hermetikusan megpróbálják elzárni, jön a legénység, aki takarít, a legénység is elhányta magát, és innentől kezdve, mint a vírus, átterjedt 600 emberre, és mindenki kidőlt. És nem mernek kikötni, mert nem sikerült lokalizálni, aha, hogy mi maga a vírus. Hát gondolom, nem is engedik ki. És nem engedik őket kikötni, mert nem tudják. Tehát fölmentek szakemberek, meg mit tudom én, vegyvédelmisek, meg de őket virológusok. Már le. Yeah. És már őket engedték le. Tehát aki arra a hajóra fölmegy, azt nem engedik le. És elbarikádozták magukat a kapitányi fülkében? A hídon? Na most tényleg, ilyenkor mi van, például a kapitány is rosszul lesz? A másodkapitány. Vagy a másodkapitány is rosszul lesz. Akkor nem tudod. Nagyon jó. Egyébként, ha mondjuk nem ilyen kellemetlen betegségről lenne szó, hanem mondjuk dühkorról, akkor ez egy ideális zombi film. Forgatókönyv lehetne. Hát persze. Nem csináltak még ilyet? A zombi hajó. Most lesz. Volt egy spanyol, az a halálhajó, vagy mi volt, ott nem. Az nem. Ez nem más, nem az jó, nem rossz. Ebben ugye az a ciki, hogy ez a világ egyik legnagyobb óceánjárója, egy ilyen teljes szórakoztató központ, 8 emelet magas színház, amit akarsz, belső medence, külső medence, és nyilván van egy csomó ember, aki éveken át gyűjtöget arra, hogy gyerek, anya, anya, 10 nap Karib. Végre most kihányja magát. 10 nap Karib lesz, te figyelj, soha még ezt nem felejted el soha. És hát, tényleg. És hogy vagy, hogy ülsz az étterembe, és azt látod, hogy 15 hány utas melletted éppen összehányja magát, és neked még nincs semmi tüneted, de a következő pillanatban már te is, és akkor bezárnak a kabinba, és próbálnak ápolni. Ennyi orvos nincs is egy ilyen hajón? Tehát van mondjuk 10 orvos, vagy 15 orvos. Aha. Hogy látnak el 600 beteget? Nagyon kemény. Milyen állapotok lehetnek azon a hajón, képzeld el? És mindentől rettegsz már. Egy picit megszédülsz, egy picit valami bármiféle problémát támad, kis hőemelkedés, akármi, rögtön abban a pillanatban elkezdesz pánikolni, hogy úristen, én is elkaptam. Állítólag mindenki. Tehát állítólag most 600 ember, zombi hajónak hívják őket. zombi hajó, ez a nevük. 600 ember ott hánykolódik valahol félúton New Jersey és a Karib-tenger között, vagy a Karib-szigetvilág között, és nem nagyon tudnak mit csinálni. Lehigították, vagy lefertőtlentették az egész hajót, és semmit, tehát nem tudták megállítani a vírus terjedését. Nincsen egy gyógyszer a fedélzeten, még ha tudná is a hajóorvos, hogy mi a baj, hát szerintem ennyi gyógyszer nincs, hogy 600 emberre adsz valami pirulát. Ilyenkor mi van, ilyenkor új utat kapnak? Tehát amikor elmehetsz újra, és mondhatod azt, hogy önhibádon kívül egyébként te a nem tudom, ilyen washingtoni utasnak köszönhetően egyébként végighánytad a két hetet, majdnem kiszáradtál, és szeretnél elmenni még egy, vagy az életed is elmegy egy ilyen hajóúton, tehát valószínűleg nem is kérsz kártérítést, nem? Hát, van, aki legalább háromszor annyit hajózik, mint amennyire befizetett, tehát örüljön neki. Érted? Nem köt neki sehol. Lehet, hogy éppen kiszállt volna valahol, valamelyik Karib-tengeri szigeten. Ehelyett utaznak tovább. Csak a luxus, csak a fényűzés. A világ legszebb óceánjáróján. Jó, hogy egy kis hányás is belekeveredik, de hát... És gondolj bele, hogy van egy feleséged, aki eleve tengeri beteg, nem? Tehát arról van, nagy nehezen meggyőzött, hogy jöjjön el veled, mert ez a hajó már olyan, hogy vannak ilyen kiegyenlítő tartályokban, egyébként tényleg láttam, hogy készülnek ezek a hajók, nagyon durva, meg mindenféle olyan műszerek, ami kiegyenlítik a mozgást. Gyere el, semmi nem lesz. Megnézzük a Karib-szigetvilágot, fölhajózunk New Jersey-be, tök jó lesz. De elején asszonykát kicsit rosszul van, tengeri beteg, épp kezd meggyógyulni, és a következő pillanatban fossa össze magát melletted. Tehát a tengeri betegség mellé még begyűjtesz egy ilyet, majd te próbálod benne tartani a lelket, kimész valami kis orvosságot, vagy valamit szerezni, visszajössz, és már te is tudod, hogy készen vagy. Igen. És azért gondolod, hogy a tengeri betegség, nem tudom, vagy tengeri betegek vagytok? Vagy nem, hála Isten. Nem, semmi? Nem, de volt egy olyan partnerem egyszer, akivel egy hetet hajóztunk, végig rókázta. 10 perc után alig várod, hogy kikössél. De hogy nem arról van, hogy kicsit szédülsz meg mindent, tehát tényleg hánysz, le kell feküdnöd rossz. Hát az nagyon durva tud lenni. Aki mondjuk hajózik, vagy ilyen búvárkodik, szafari, bekerülsz egy komoly viharba, az csúnya. De a tengeri betegség mellé bejön egy ilyen, és azt mondják, hogy hát most lehet, hogy 10 napig nem tudunk kikötni. Na, azt old meg. És felül már rendben, alul alakul. Nagyon kemény. És ha én elkapom, de a párom nem, akkor engem a párommal szétszednek?
és engem beraknak egy olyan hajt. Te mész a karanténba. Tehát melyek a karanténba egy fosó argentinnal? De várjál. Igen, és a párom meg ott ül majd egy nem fosó ausztrállal? Hát az nagyon szép utazás, hogy nem is láthatom. Tehát szétszedik a párokat? De mindenki a saját kabinjában van elzárva. Tehát ha te a pároddal vagy, és őt bezárják a kabinba, akkor te viszont a fedélzeten. Igen, de először megpróbáltak karantént létrehozni. Tehát először megpróbálták szeparálni a betegeket. Na most azért ott vagy te a feleséged, viszik a nem tudom, a nagyon hányó csíleiek közé. És ott ültem egy üveget keresztül integetsz neki, hát miközben vagy... gyönyörű Karib-szigete hajóztak, azért ez mennyire durva. Hát vagy ő egészséges, és téged visznek be a karanténbe, és akkor ott majd ne, hát köthet, inkább. Köthetsz új barátságokat. És azt várod, hogy végre kikössetek. És hát egy ilyen út nem olcsó, tehát egy ilyen út azért 800 ezer, 1 millió, 1 millió 500 ezer forint, tehát azért ez nem olcsó. Illetve az a kérdés, ezt nyilván kiderítik majd, hogy honnan jött a vírus. Tehát ha utastárs hozta föl, akkor te őt perelheted maximum. Na de nem tudják ezt ilyenkor lokalizálni, tehát nem tudják mondani, hogy ki volt az elindító. Csak azt tudják, hogy a félhajó az dögrováson van. Mert mondjuk kajától van, akkor perelheted a társaságot. Igen. De hogyha ez egyébként egy valami vírus, amit valaki fölhozott, akkor kit perelsz? Akkor senkit nem tudsz. Senki. És hogyha esetleg majd megúszta a társaság, hát reméljük, hogy megúszta, és mindelőbbenek a rémálomak vége szakad, és hazamennek majd, és majd kérdezik az irigyhajok. Na, milyen volt? Hát, fiam, befostatok. Mutass már fotókat. Igen. Gyerekek, összetoljátok vele magatokat, olyan jó volt. De miért nem visznek helikopterrel nekik gyógyszert ilyenkor? Mert nem tudják, hogy mi. Hát, mert lehet, hogy levegőben terjed a vírus. Érted? Tehát most magukra hagyják őket, és ott vergődnek heteken keresztül, amíg nem mondják meg, hogy ez most milyen vírus, vagy ez most a motaba, vagy hát az ebola, vagy... Hát mit vinni. Érted, mi van, ha ott valaki meghal? Hát akkor az kinek a felelőssége, vagy ez hogy van ilyenkor? Ugye, hogy mennyire minden relatív, hogy irigykedsz azokra, akik hajóútra mennek a Karib-szigetekre, aztán történik egy ilyen, és semmi másra nem válsz, mint hogy hazagyere. Tehát, hogy csak arra, hogy már végre le tudjál szállni a hajóról. Nagyon durva. Azt nem tudom, hogy ez ilyenkor lehorkonyoz a hajó, vagy vergődik valahova, vagy elmegy New Jersey partjaihoz, és akkor ott szépen áldogál a kikötőbe, mert nem tud kikötni. Aha, szerintem igen. Szerintem ugye? Ez utóbbi. Hogy valahova biztos, hogy behúzzák. Ja. Mert hogy ott könnyebben ki tudnak menni, vagy be tudnak menni a partról hozzájuk, már ha valaki akar. Vagy nagyon az a mondat súlyos. A hasmenésnél, hogy a hajó... WC papírt tartani. Igen, a végét járják. Ha mondjuk van mondjuk 100 pincér, az annál több, mondjuk van egy ilyen hajó, mondjuk van egy 1000 fő személyzet, abból van 300 pincér, 200 takarító, 50 bármikszer. És Krisz Rudi a zongoránál. És Krisz Rudi a zongoránál, igen, pedig ugye ott zongorázik. És több utas. Ugye, tehát sokkal több az utas. Most ha előbb dől ki a legénység, akkor az utas szolgálja ki a tehát akkor ki szolgál ki? Hát... Igen, mert azért ott kell reggeliztetni, tehát, de hogy közben kidől a legénység is. Ilyen anarchia lehet azon a hajón. Persze, de most mondod a pincéreket. Azokból azért egy picit több van, mint mondjuk első tízből kapitányból, meg kormányosból, meg, és mi van, hogyha velük történik valami? Mi van, hogyha ők kapják el? Érted? Hát ezeken a hajókon van ilyen robot pilóta-szerű valami, ami azért úgy beviszi, vagy van valami automatika, ami valameddig elviszi a hajót. Na jó, de ez egy számítógépes rendszer, és azt mondhatod, hogy egy vírusról van. Mi van, a vírus megfertőzi a számítógépes rendszert is? Azért az nagyon. És hogy takarítanak? Hova teszik? Mit csinálnak? Hát átolják jobbról balra. A hajó bal oldalán tiszta használatok, a jobbat kerüljék. Egy hányó takarítós takarítja el egy hányó utas után a személyzetet? Szóval, hogy ez így... Állítok, olvastam, meg láttam ilyen külföldi iradásokat, kaotikus állapotok a hajón. Tehát senki ne úgy képzelje el, hogy persze. Egyébként mely csili-vili kristályporakból koktélokat iszogatnak, és kettő darab ember ott nagyon-nagyon jajbe székelve éppen rohan a budira. Tehát ott 600 ember fetreng erre, van, akit itt tápolnak, van, akit ott tápolnak, fekszenek, ülnek, tehát ez nagyon komoly a dolog. Viszont a takarítónők már béremelésért tüntetnek. Hát nem most gondol, de te egy mexikai immunis takarítónő vagy, semmi nem megy át, tehát semmi nem kapsz el, mert annyira erős az immunrendszered, nem tudom. Hát ott azért az nagyon-nagyon kemény. Szörnyű, amikor egy utazást így ilyen betegségek közbehúznak, nem? Vagy áthúznak inkább, ugye? Készülsz rá, egész télen már azt nézed, hogy majd nyáron megyünk Horvátországba, vagy mit tudom én hova, és amikor még el tudsz indulni, az a szörnyű, mert ha előtte itthon vagy rosszul, akkor az is kellemetlen, de akkor legalább a saját környezetedben fetrengsz. Igen. Kimész, és ott. Így van. Egy barcelonai buszúton mondjuk a 36 óra alatt azért ott történnek nagy csodák. És a buszbudiát ugye nem is nagyon tudod használni, azt hiszem, hogy ezt nem lehet. Aha. Vannak ilyen
buszos utak, ami ugye van WC, de ezek a WC-k, ezek nem komolyak egy ilyen buszon, nem? Vagy oda tudsz menni? Hát kifejezetten kérik, hogy ne használd. Hogy ne használd a retyót, mert hogy egy idő után akkor nem értettem. Jó, illetve persze nyilván értem, mert kellemetlen. Lehet azt ott takarítani, meg mit tudom én, ha szivárogott az illat, de hát miért szivárogna? Hát nem jól zárnak, de jól zárnak. De akkor minek van vészhelyzet? Igen, vészhelyzet. Kifejezetten kérik, hogy ne használd. Hát mondjuk ez, ha egy buszon végigmegy egy ilyen, azért az vészhelyzet. Hát, nem? Most vagy tényleg ilyen kellemetlen takarítani, vagy nem működik, vagy hallottak rólad valamit. Ezt tudja, igen. És tudják, hogy az nem jó, ha te. Mindenki más, ő ne. Ti voltatok már olyan úton, amikor valami olyan közben húztat, tehát ilyen testi tünet, vagy bármi, kimentél, vártad, gyűjtöttél rá, spóroltál, és egy hétig nem tudták kijönni. Mondjuk Egyiptomban azért ez sűrűn előfordul, ugye? Hogy azért ott első nap megérkezel, nekirohansz a svédasztalnak így arccal, és utána egy hétig fekszel. Azért ez sűrűn előfordul. Nincs felkészülve a bélflórád. Igen, vagy nászót, elnéztétek a naptárt, és jönnek a nehéz napok. Hát igen, az más azért, az egy picit, igen. Hello, Anna. Szia. Voltam így. Voltál? Tényleg? De az nagyon durva volt Tunéziában, ez amit te mondtál. Megtámasztod a svédasztalt, mi? Sivatagi túra. Tényleg? Készültem rá. A világ második legnagyobb Kolosseum, és látom Róma után, és megyek, és nehogy azt gondolod, eljutottam oda az erkölcsi. Tehát nulla ott szintre. Ott nem adtad a méltóságodat, ott vagyod egy idő után. Tehát egy ideig számít, de utána el kell, hogy engedj. Csak a sivatagban nem tudsz hova elbújni. Figyelj, eljutottam, hogy nem érdekel. Ha egy busz néz végig, akkor se. Ha ott egy pampa fű, akkor oda, amellé, csak meg... Engedjenek le! Mégiscsak elemes emlékek. Ezt mindenki tudja. Tehát aki hát élt már, az tudja, hogy milyen, hogy egy idő után már kiszállsz, és a kocsi mellé odafosolva. Bocsánat, de tényleg. Szóval van az a pont, ahol már az életedért könyörögsz, hogy engedjenek oda, és a méltóságot, ha százan végignézik, az se érdekel, még vissza is integetsz, hogy szevasztok, bocs, igen, mosok, hát ne haragudjatok. Ez volt Kolosseum, hagyjad, csak egy retyót, csak egy benzinkutat könyörgöm, és ott ültem nyomorult. És azért már ilyenkor előre kell menni, megállítani a buszt, ugye? Tehát azért ilyenkor van egy ilyen, tudod, menjél, még egy ideig még nem indulok el. Azt elkezd csikarni, és na jó, menjünk, tudod, szóval egy idő után már... Tehát ott már nincs választás, busz megállít. Megállít. És futsz a budira. Ez így, ahogy volt, de tudod, elkövettem azt a hibát. Mondta az idegenvezető, hogy sajnos tartani kellene. Mondta neked, hogy hölgyem, nem tudom, volt-e hasonló helyzet, de ezt nem lehet. Nem, belemondta a mikrofonba. Figyelj. Kedves hölgyem, tartani kellene. Figyelj, igaza lehet. A nagy meccsetig. Tudod miért? Mert amint a sörivóknál, amikor kimegy azért, azt mondják, hogy minél több sört eszünk, meg kell inni, utána szabad kimenni, ugye pisilni, mert utána már gyakran fogsz kijárni, vizelni. Na ugyanez van, ha egyszer elengedett, vége. Utána 5 percenként, tényleg? Így gyerekek a méltóságot, onnan kész. És mi beront egy tunéziai budiba? Vagy rátelted ott valamilyen kis teveülőre az ajtót? Na ne tudnak, hogy milyen állapotban volt. Bementem, és a világ legcsodálatosabb vészéje volt. Azt gondolom, hogy tunéziai vészé az olyan lett. Üstönöm, de mindegy, én örültem, ott voltam, és nem is érdekelt. Kijöttem, és akkor azt éreztem, hogy túl vagyok rajta. És a buszon ez volt, lehetünk tovább! Köszönjük! És figyelj, 10 perc telt el, és igaza lett az idegenvezetőnek, és indult a rock'n'roller. A folytatásos teleregény. Rémes volt. Hát erről 48 órám szólt, 72 tablettát tettem meg, 2 pofára a széntablettet, mert semmi. Se semmi. Azt a szén se fogja meg. Becenevet kaptál a végére az utitársaktól? Rottyos! Tudod, és azért az ilyenkor az a kérdés, hogy vár rád egy busz. Ez az. És tudod, kijössz a budiról, és ez így végigmész, hogy hátul ülsz, tudod, felszállsz a buszra, mindenki kis jó, hát igen, elnézést kérsz, de végig kell menned a buszon. Majd 10 perc múlva újra lesétálni a buszról. Azért háromszor megállítani egy buszot azért már ember. Nagyon durva volt. Nagyon kemény. Láttam a szemekbe, hogy tudod, ez a aggodalommal vegyes. Utálat. Igen, tehát hogy... kicsit aggódunk, kicsit jó, utálunk. Oké, okay. Csak menjünk már. Mert mi viszont jól vagyunk. Ez mi viszont megnéznénk azt a meccsetet, igen. Jaj, te, nem kellett volna össze-vissza az abálni. Tudod, hol követtem el a hibát? Én akkor nem voltam még ilyen rutinos utazó az arab térségben, mint azóta már voltam párszor Egyiptomban, meg olyan helyeken nem szabad jégkockás italt inni. Én meg megittam ez a jégkockás az. Italt, mert olyan vonzó volt, olyan meleg volt, olyan klassz volt a koktél. Igen, csak a csapvízből csinálják, és hát nekem a kis európai steril szervezetem nem volt berendezkedve a brutál tunéziai vírusokra. Azt haza tudja vágni. Az nagyon, igen, nagyon az egy perc alatt, a jégtömböt simán leteszik a földre, ahol előtte ki tudja, mi történt. Tehát ők ezzel nem vacakolnak. Nem
pacakolnak vele. Mi van, nincs budi, akkor befos? Én be, akkor baj, azt tudni. Igen. Na azért az a nagy műsor, amikor a buszon esik. És ott ülsz, nézel körbe, és már megtörtént, és... Hol a fényképezőgép Tokja? Hol a Tokja? Hol a Tokja? De nincs semmi látni való. Sehol semmi, csak sivatag. Igen. Adjatok egy szatyrot, adjatok egy szatyrot. Vödröt. De tényleg a méltóságod, tehát semmi nem számít akkor, csak arra tudsz figyelni, hogy túl legyél rajta, hogy Istenem, WC. Bármi. De mondom, egy idő után már WC-seket. Csak engedjenek le. Már mindegy, persze, mindegy. Befekszel a busz alá, és ott már ott senki nem. Akkor nem volt együttérzés? Mármint, hogy? A utastársak részére. Nem. Nem, mi? Nem. Mondták, hogy jó, oké, csak mi mennénk. Mi haladnánk, mi néznénk. Nem volt senki megértő, nem mond már. De megértőek voltak. Egy idő után már azért nem azok. Tehát 40 ember tudod, ül a buszon, megáll, 10 perc. Két napos sivatagi túra, érted? Két napos sivatagban annál. De tényleg, nagyon durva volt. De az így megtapsoltak, ahogy mondták Balázsék, nem? Tehát volt ez, hogy mit az alkoholisták, nem minden felszólalás után. Igen. Anna vagyok már 4 éve, nem is szólok. Anna vagyok már 10 perce, nem fosok. Tunéziai Csimbum cirkusz, írja ezt a... Ez a Csimbum cirkusz. Na jó, várunk hallgatói SMS-eket, jó? Nyilván nem csak ebben a témakörben ételmérgezés, bármi olyan áthúzott nyaralás, ami egész egyszerűen tönkrement, különböző testi tüneteknek köszönhetően, hogy mi történt, jó? Pontosan milyen nyaralás volt, és miért ment tönkre. 7:30, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 3:48 lesz, pontosan 7 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, megörülök a tömelektől. Zircen esik a hó. Hol van a felkészült közútkezelő? Adjunk nekik egy kis időt. Csinálják, oda kell érni. Hirtelen mindenki azt akarja, hogy pontot legyenek, ahol ő van, de hát ez nyilván nem megoldható, de gondolom, hogy dolgoznak. Csepel, kikötő utat csúszik, óvatosan. Oké, most, hogy hol esik a hó, azt ne írjátok meg, vagy hát elküldhetitek, csak szerintem nem érdemes erre szállni, mert az összeset úgyse tudom beolvasni, inkább az, hogy hol van dugó, vagy baleset, vagy fennakadás, vagy torlódás. Rengeteg olyan SMS kapunk, hogy a karszakon esik a hó. Ez jó. Csak nem tudom az összeset beolvasni. A plusz dolgot nem ad hozzá. M7-es Pest felé, a velencei lehajtótól vissza egy póló összetörve, darabjai a külső sávban, úgyhogy menjen mindenki óvatosan. 8-ason Városlőnél elakadt egy kamion felfelé, Trafi Berettyújfalú Szent Mártonban, nem tudom, Bolliú, és Szemenye és Hosszú Peresztek között a 3-sávos szakaszon egy labrador kutyus rohangál az úton. Újságos Ati küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy mi történik ezen a hajón, ami a Karib térségből indult volna New Jersey-be, és hát zombi hajó lett, mert kiütött valamilyen vírus, amit egyébként nem tudnak se megfejteni, se lokalizálni, se megállítani, semmi, és most már a személyzet is, az utasok is hánykolódnak szó szerint ugye a fedélzeten, és nem is nagyon engedik őket kikötni egyelőre, amíg nem mondják meg, hogy mi ez a vírus. És innen jutottunk el a sivatagi kalandig. Anna sivatagi kalandjáig, igen. Van egy hallgatónk, aki hajón dolgozott. Hello, Krisztián! Szervusztok, jó reggelt! Hello, te 10 évig hajóztál, tényleg? Egy 10 évig, igen. De ez tengeri vagy folyami hajózás? Folyami. Ez Antwerpen és a Fekete-tenger között bármilyen útvonalon voltam. Turista hajón is? Ez turista hajó. Ilyen 110 és 200 fő. Ez egy tudatos 10 év volt, nem bekaptatok valami vírus, de csak egy hétre terveztem. Hát nálunk a folyón általában volt, hogy egy hét alatt mondjuk azért lezajlott, mert ugye az utasok adják át másik utasoknak, de simán beszállították a következő utas nagytakarítás minden, mert ugye ezek azért tudni kell, hogy ezeken a hajókon óriási ez a HTTP-s rendszer, ez nem olyan, mint itt Magyarországon, ez brutál, minden héten general cleaning, minden, el se tudjátok képzelni. Tehát iszonyat a higiénia, és ugye általában az utasok hozzák be kintről. És amikor van egy ilyen 2-3 embernél már azt mondják, hogy vírus gyanús, mert ugye amikor egy ember fosik, akkor nyilván az körülmény, új körülmény, megváltozott körülmény, persze, hogy fosik. De amikor már 3 ember fosik, akkor már oda kell figyelni, és akkor mondjuk, ha az a gyanú, hogy vírus van, akkor egyből egy meeting van, room service a vírusosoknak, és akkor mit csinál a mama? Pont leszarja, szépen megy az étterembe, szed egy kis kaját, közben megfogja a zsömlét, a szedőkanalat, tehát
simán átadja mindenkinek. Tehát nem is nagyon lehet megakadályozni. Nem, mert azt mondja, hogy ő már jól van, és kijön. Hát nem úgy van, hogy ott áll egy győr az ajtónál, ja. Simán kijön. Rá nem zárhatod az ajtót, nyilván, tehát hogy ki kell, hogy jöjjön, ha ő akar. Fú, ez a péksütemény összefogdosás, ez nem. Megfogják, és akkor tudod, amikor vírus van, akkor ültetéses szerviz van egyből, nem büfé, mindenkit megkérnek, üljön le, majd mi mindent felszolgálunk, a vizet, a péksüteményt, teljesen mindegy, de még akkor is korbátolnak ott a tányérral, hogy jaj, még egy zsömlét, mert nem lehet, nem értik meg, hiába mondasz nekik bármit. És akkor mi történik? Karanténba teszitek őket, bemegy a kabinjába, és... Ott van a kabin, igen, és akkor speciális takarítást kapnak. Na most, aki nagyon jól végzi a dolgát ugye a housekeepingben, a kabinos lányok, ők sokszor nem kapják el, van ilyen maszk, mint amit szoktatok látni a kórházban, mert ugye ez levegőn terjed általában. És akkor azt ilyen külön gyűjtik, amiből ettek, azt is az étterem lehordja a cuccokat a konyhára, ugye külön olyan higiéniai mosogatószerrel van elmosva, hogy azon semmi nem marad. Csak az a gond, hogy ugye ahogy jön le a felszolgáló is az étteremből, az lehozza a konyhára, tehát így gyakorlatilag a személyzet már elkezd fosni majdnem mindenki. Tehát akkor tulajdonképpen az egész azért, hajó ki van lőve, nem? Nem mindig, mert a konyhások mindig is profik voltak, tehát azonnal, amikor meghallottuk, hogy vírus van, gyerünk kabin, Jim Beam kibontva, vagy pálinka, fertőtlenítés, de komolyan, tehát ez mindenkinek is javasoltuk mindig a személyzetből, hogy nyilván ez valahol egy vicc is, mert nem tudott kikerülni, tehát nem mondom, hogy nem kerültem bele soha, tehát nem fogtam, hánytam, de hogy nem. Figyelj, és mi van, ha kidől a kapitány? Akkor ott van a másodtíz, de ha kidől mondjuk ő is, akkor mi van? akkor jön új. Tehát ilyen útvonalokon azért be tudnak szállni. Tehát akkor valahol felszáll. Helyettes kapitányok mindig vannak, tehát hajók találkoznak. Mindig olyan nincsen. Tehát itt a gépét is tud vezetni, az nem úgy van, hogy kidől, és akkor megálltunk. Tehát olyan soha nem fordult elő, hogy nem mentünk tovább. Olyan előfordult, hogy se kisebbe nem lehetett menni a hajóról, mert ugye ki is viszed, azért nem engedik a nagy tengerjárót kikötni, mert kiviszik az emberek az adott X városba is a vírust. Igen, ez az oka, persze, aha. Hogy amíg nem fejtik meg, hogy mi ez, addig nem hagyják őket kikötni. Nem úgy kell csinálni, teljesen ugye, csak hát azért, hogy gondolj bár bele, 600 ember van a hajón, tehát ott elkapja mondjuk 50, meg beleve megy a levegőbe, a légkondiba is, brutál. Hát kemény, hogy állítod meg? Kemény. És akkor még a végén nem, azért ott van az utolsó mencsvár, és nem, hogyha a legénység is elkapta, hogy hát az pánikra a semmi ok, ja, tud valaki óceánjárót vezetni? Ilyenkor lehet kártérítést kérni? Nem, hát ez nem. Én még nem hallottam róla, hogy valakinek sikerült volna. Nem, van olyan, hogy a cég felajánl valakinek egy plusz utat, de ez inkább ritkább. Ez cége válogatja, cégfüggő. Nyilván a törzs, mert itt is úgy vannak, hogy van, aki már a hatodik útját töltött el. És mondjuk, hogy miért? Hát mert annyira jól járnak vele, ugye ide jönnek Európába az amerikai nyugdíjával, és tök jó neki ez megéri. Mit tudom én, volt már 6 utat egyik cégnél, és akkor kap egy bónusz utazást, tehát ennyi. Ilyen előfordul. De nem tud a biztosító fizetni, igen. Oké, Krisztián, köszi, hogy elmondtad. Te most is kint vagy valahol egyébként? Hát, kint vagyok itt az üzletben, itthon én már más vizeken hajózom. Ja, már a baj. Saját üzlet szerencsére. Oké, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Köszönöm én is. Sziasztok. Hello. Milyen érdekes egy kapitánytól ezt hallani, nem? Hogy ilyenkor mi van? Igen. Brazíliában a dzsungelben egy szigeten aludtunk egy éjszaka, visszaút a szállásra 1 óra a 15 fős csónakban, és valós opció, hogy vagy letolod a gatyád a csónak széléről, és a Rio Negroba fosol konkrétan. Hát, nincs más. Igen. Ott nincs mese, igen. Utána kapsz egy nagy tapsot. Rio, bravo! Bravo, hatalmas. Földközi tengeri utazást töltöttem a WC ajtó mellett a hajón, megjegyezte egy jól öltözött házaspár, nem kellett volna annyit inni. Igen, ilyenkor ez van. Igen, később kiderült, hogy terhes voltam. Ez volt a nászutam. Ezt Berni küldte nekünk. Igen. Az egyik haverom összefosta magát az után, egy turiban vettünk neki egy nadrágot, amiről a vonaton derült ki, hogy egy póló miután kidobta az ablakon a használtat. Mondjuk fura rövid gatyának még fel lehet húzni, ugye? Igen. Azért az is nagyon-nagyon szép.
Egy szálloda éttermében dolgozom, minden reggel tiszoltok az étteremben, mi dolgozók is, és a szálloda vendégei is köszönjük szépen a lelkes közvetítéseket a hányás hasmenős hajóról reggelizés közben. Nézzük a jó oldalt, legalább kevesebbet kell majd tölteni a svéd asztal. Ennyi, ilyenkor is veletek vagyunk. Figyelj, hát most gondolod, de 10-ig ott ülnének, reggelizének, még kérek egy kapucsinót, hát 8 órakor már mindenki megy wellnesshez, meg nem tudom, és ennyi. Le tudtok készülni az ebédre, nem? És ráadásul még kétszer is meggondolják, hogy összefogdossák-e a zsömléket. Az, érted? Az meg a másik. Az hányan csinálják én wellness helyeken, mert mire megfogja, csak vissza megőrülök. Legalább, mint a szőlőbe belenni, vagy, nem? Tehát, vagy inkább mégiscsak szezám magasat? Nem, inkább a barnát. Nem, amikor két szezámmagosat fogdos, hogy melyik legyen, mert a barna meg a szezámmagos között még érted, hogy válogat. De a két szezámmagos... De hogy megnézi, tudod, és akkor nem, hát nyilván azért, mert nem elég puha, és akkor inkább... Ja. Nem, inkább a másik... Ja. Mm. Engem templomfestés közben kapott elibe, és nem volt vécé. Így fent a kóruson egy festékes dobozva célozva kellett megoldanom. Andris küldte nekünk. Afrikában voltam, ott kaptam be valami vírust, 2 hétig jártam a budira, de olyan szinten, hogy leszállás közben se tudtak kirángatni a budiról, üdv Feri. Amikor ugye ülsz a gépen, és úgy próbálják. 2 hét tunéziai nászút, az első nap a kórházban voltak, végig szalmonellával. Zoli. A emlékezetes nászút, nem? Az is nagyon szép. Megnézzük a fotóinkat, drágám, a nászokunkról. Nézzük. Én egyszer perronálva láttam, hogy valaki gondba lehet. Igen, hogy ő állt a perronon. Benne állt a vonat, persze a perronon, és ugye olyankor, amikor áll a vonat, akkor nem lehet használni a WC-t, de valaki használta sajnos. Aha. Kénytelen volt, ahogy láttam. Görögország felé buszút, félúton cifra, rötyibe be, jött a mérges macska, igen. Ez ilyen jó megfogalmazás. Egy kedves utas felnyomott, majd a hangos bemondón szóltak, hogy az út második felében némi szag várható a légbefúvókon, mert az egyik kedves utas megajándékozott minket. Az milyen, az amikor fölnyomott. A spicli utas meg az emeleten elmondta mindenkinek, hogy én voltam. Gratulálom. Az mennyire kellemetlen. Csabi volt, igen. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket. Ezt lezárjuk, hogy mindenki tudja nyugodtan reggelizni. Mi pedig Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel. Sziasztok. Hello. Rosszul vagy? Nem vagyok rosszul, csak futottam a suliból vissza. Honnan? Így jártunk. Az iskolában elvittem a gyereket, és futottam vissza. Ja. Azt mondom, a te jársz iskolában, mondom, hányat buktál? Évismétlés? Rohadt matek? Azt az ellenőrződe. Hangod alapján, igaz, az iskolát, ez a matek nem ment a fejedbe. Mit 10 éven keresztül? Szabi, hány éves a gyerek? 9. 9. Fiú, lány? Fiú, keménye. Egyedül van, vagy van tesója? Van, nagyobb tesója. Az is 5 perc előtte szokott elmenni. 5 perc, aha, tehát akkor van mozgás nálatok reggel. És miért kellett visszafutni a lakásba? Hát, hogy halljalak benneteket. Te jó fel. Nem, hogy most a rádión keresztül hallgatsz, nem a telefonon keresztül? Azon is, ezzel is. Biztosra mész. Hát, nagyon remélem, hogy valami... metázzal lesz, és lányba előadva, mert a tukira szokott menni. De várjál, volt nálad egy telefon. Írtál egy SMS-t, hogy jelentkeznél a játékra. Majd kiderült, hogy te játszol, és visszaszaladtál a lakásba? Hát hogyne. Amúgy is hajszárítózni kell a cipőmet, mert tegnap szarnak ázott, úgyhogy... És idegben meg rossz menni. Minden megfázás kezdette a rossz cipő. Ez egy azt gondolom, hogy te tele vagyunk ma reggel. Bölcsességekkel, igen. De hogy miért kellett visszamened a lakásba? Engem csak az érdeke, hiszen volt nálad telefon az iskolában, hát a telefonon írtál, ugye fölveszed a telefont, és adásban vagy. Tehát visszaszaladtál a lakásba, hogy mi beszélni tudjunk? Hát jobban halljalak benneteket. Aha. Az utcán, az utcazaj. Ja, érted, ez a csönd miatt, hogy nagy zaj van az utcán. Na, aha, most megértettem. Jó. Egyébként te mivel foglalkozol? Kíváncsi vettettél. Mivel foglalkozok? Hát mindenből, amiből pénz van. Aha. Szabikám, egyre titokzatosabb vagy. De tehát mégis mi az autónepperket, vagy biztosítási ügynök vagy, vagy mit tudom, mint nagyjából csak így. Hát a második az már voltam, jelenleg a kereskedelem. Aha. Kereskedelem. Már nagy üzleteket köd, ad, vesz, elad, ennyi.
Nem mondjál, mert akkor más is ezt csinálna, nem? Hát most elmondja, érted? Hát most azt a könnyű meghallgatod egy rádió műsorban, az ellopod, érted? Hát olcsó ér venni, drága ér eladni. Hát igen. Ennyire egyszerű. Az első egy millatitka. Utána már jön a többi, mi? Jaja. Hol vagy helyileg, Szabim? Észak-Kelet-Magyarország. Annyira tudtam, hogy nem fogod elállni. 25 centi hó. 25 centi hó? Akkor meg. Igen. Akkor tudjuk, akkor beugrod. Titok egyébként? Nem, mintha olyan nagyon sokat hozzátenne a beszélgetéshez, csak kérdezem, hogy titok? Mike Pécs. Uh-huh. Mike Pécs. Azt keresi a Jani. Jani rákeres mindenre, nagyon lelkes. 47-es út Debrecen Békés Csaba között. Hát az nagyon gyors a Google. Nem. Feri onnan arra származik, mindig ott ment a gyalogmezitlen. Igen. Csak szúrta a talpam. Nem, a Bogács. A Bogács az a számot szúrta, mert valamit enni kell. Hát, hogyha vagyok új kigyosra a Feri, hágyalogolt Mike Pécs, de akkor elkalappal ez a szépség. Sáka furta Mike Pécs Debrecen. Jobbnál jobb. Na mit szól, Szabi, hogy vágja a Feri, mi? Jól van. Na mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi, Berú néni, figyelj! Hát, ott vannak a hajón. Mai téma, így van. A Karib-tengeren hajóznak ők is, és mindig az ajtóba aktuális, nem? Ja, bizonyám, mindig az ajtóba aktuális, de szép. Mondjuk, ahogy hallom, a víznyomás elég karcsú. Hát tengerem vagy én, de hát ott nem, nincs nagy öblítés, igen. Pumpás. Szabikám, mutatunk egy rövid részletet abból, amit énekelnek, figyelj! Na jó. Le lehet vezetni, vagy mondjam egyből? Hát azt gondolom, hogy le is vezetheted, szívesen meghallgatunk egy Szabiféle levezetést, de ha mondod, az se nagy baj egyébként. Bolondak is ír egy lány után. Erre úgy jöttünk rá, hogy ezt a számot ezt először Kacol Ferire gondoltam, vagy a Bunyós Picsura, de hát az igazság, azt még az Avaházinál sem lehet kérni, úgyhogy csak ez maradt. Aha. Na, akkor hát adom, az igaz. Na figyelj, ez az eredeti. Tudod, Bolondak is ír egy lány után. Így van, TNT. Talán a bögle itt maradt. Az nem, sose volt, illetve volt, csak már egy ideje nincsen. Sapka van helyette? Hord a sapkát, Szabi? Hát mi van rájön, a Korda György? Fia, aki a száraz cipőben hisz, az figyelj, sapkában. Nem érzem a gyerekeidet, Szabi. Nem lehet. Örülni lehet? Persze. Hogy a fenébe le? Most az a durva, hogy most én vagyok betépve, vagy lehet, hogy még föl se keltem, még álmodom, és mindjárt megszól az óra, hogy mehetek a srácokhoz rádiózni, vagy már fönt vagyok. Vagy lehet, hogy most teremtettek minket az összes emlékünkkel együtt, vagy mi történik? Szabikám, ahogy te örülsz, hát úgy senki nem örül égen földön. Fantasztikus. Ugyanígy örülsz egy karácsonyi ajándéknak szenteste, amikor kibontott, tehát ez egy ilyen állandó örülés nálad, hogy így beleugatsz a levegőbe? Az attól függ, mit kap. Mit kapták karácsonyra? Hát azt inkább nem mondanám el. Na most miért? Igen, titok? Volt ugatás? Zoknit, vagy alsógatját, hát vagy könyvet? Nem egy vízálló hótaposót, az biztos. 40 plusz felett már mások az elképzeléseid. Igen, 40 plusz felett, én egy fekete zokninak mindig örülök. 10 pár fekete zokni, hát az bőven boldogát ez. Jó van, Szabikám, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag, jó? Hát gondoltam a keddi Tibor meg a péntek Péter után, hát ha nekem is összejön egyszer. Jaj, szerda, Szabi. Yeah. Hát gyerekek, próbálok ráfűzni a kutyafáját, hát pedig penge vagyok, úgy érzem, de nehéz elkapni a fonalat, tehát kedden Tibor, péntek Peti, szerda Szabi, így. Ked kasza. Azért mondtam, igen. Szerda Szabi. Szabikám. Hát, Janó, talán még alul tudjuk überelni. Milyen tekintetben? Most gyorsan még belém rúgsz, most még nincs de nagyon kedves tőled egyébként, tényleg, hogy belekevertél engem is. Miért nem engem bántasz? Eddig olyan csendben voltál. A csendben volt, hát kivonult ebből a beszélgetésből, hát, igen. Tudod, milyen gonosz vagyok. Igen, Szabikám, köszi a játékot. Én köszi szépen. De gegnemezni nekem, nevezzetek még egyszer, mert a P oldalakon egyből más ugrik be. Ha? Hát úgy a fáját, azt nekem is mindig... Nem geg, nem geg, bang. Azért. Ja. Hát komolyan mondom. Jártatok már ott, úgy hallok. Komolyan mondom, hát iszonyatos nagy mókamester vagy a kutyafáját. Figyelj, hogy hívják a gyerekeket, Szabi? Péter és Balázs. Péter és Balázs, kocsival vitted őket az iskolába, vagy csak elkísérted őket? Nem, csak 500 méter. Hál' Isten, hogy nem kellett autóba ülned. Jó van, Szabikám, vigyázzál magadra. Jó egészséget neked, szevasz. Kösz szépen, szép napot nektek is. Ciao. Szia.
világbajnok. Gyerekek, mekkora formát. Szabi világbajnok. Szerda Szabi, nem? Szerda Szabit, Szerda Szabit fölveszünk a Pista bá, a Gyula bácsi, a nem tudom, a Robá határőrzője, és tehát, ugye vannak az állandó vendégeink. Szerintem Szabi, robotot. Egyébként Szabinak robotot egy hét múlva simán. Igen. Jó van, nézzük a közlekedési híreket, hogy mi a helyzet. 31-esen Mendén Budapest felől beérve van egy baleset, félpályás út, zár várható. Ezt Orsi küldte nekünk, köszönjük szépen. És nem tudjátok, mi történt Szigetszent Miklóson, a Csépi úton teljes hosszában áll. Egyelőre nem, de most már, hogy bemondtam, ha valaki tudja, írja meg nekünk, és akkor azonnal mondom. Rába Csécsényben esik a hó egy órája, ezt falubéli küldte nekünk, köszönjük szépen. 3 perc múlva, 8 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 8 óra, mond 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Feri, hello Jani. Hello, jó reggelt. Rosszul mondtam valami? Valami probléma? Lehet csak úgy hirtem, mindenki riadta nézett rám. Gyerekek, hát ez egy havazós reggel, tehát ezt most már nem úszunk meg. Ezt most miből gondolod? Ja, már tulajdonképpen balra nézek, és szakad a hó. De ez így van rendjén, nem? Ez a január dolga, meg a február dolga, meg a tél dolga, hogy essen a hó. Most 10 fok lenne, az a baj. Most esik, az a baj. Ha 20-as vagy, az a baj. 70-es vagy, az a baj. Az is baj. 60-as, 90-es, az a baj, az nem lehet. Szóval, hogy esik a hó mindenhol, nagyon-nagyon sok baleset van. Bosnyák téren állnak a buszok és az autók. A Tököli úton a belváros irányában autóbuszok egymás hegyi hátán, erre ne jöjjön senki, Kriszti üzente nekünk ebben a pillanatban. 20. kerületben a Nagy Sándor József utca dugul, nincs még leszorva, 51-es, 52-es villamosok, 151-es buszok késhetnek, ezt Csabi küldte nekünk. Baleset van a 7-es főúton, a 202-es kilométernél, Nagyrécse mellett félpályás lezárása ráadásul, valamint Dunaharaszti, Grassalkovics, Budapest, Soroksári, Illatos és a határút is be van állva. Köszönjük szépen, mindenhol szakad a hó, Újfehér tón még nem, oszt, akkor mi van, írja Cselo. Pesszent Imrétől befelé a Nagykörösi úton dugó, állítólag semmi nem történt, csak a hó miatt van, ezt Linda küldte nekünk. És a Vécse és a Drekovics Gyula utca sarkán 2 autó koccant, Lőrinc felől lépésben halad a forgalom, a Köki felé, ezt Fruzsi küldte nekünk. Baleset mindkét irányban áll a Kassai híd, Kisolasz üzente, és Sziget-Szent Miklósán nagyon nehezen lehet haladni a műútra, kikanyarodni a Csépi útról. 40 perce jövünk, arról már a Kólánál járunk. 15 km/h haladunk, üzente Niki. És csak úgy mondom a téli sportok szerelmeseinek, hogy kékestető, sátor a jó ihe, rajtra készen Mátra Szent István és Eplény dübörög. Hát komolyan azt gondolom, hogy téged leszerződtetett, nem tudom, az Atomik vagy nem tudom, tehát valami komoly szponzorod van. A vadonsport. A vadonsport, igen, és hihetetlen. Kampányt nyomsz a sípályák mellett, hát ez szegényel, kérdés. Komolyan mondom, egy picit sajnálom őket, ugye azért eddig nem nagyon volt tél, hát nyilván örülnek marhára most, hogy végre van egy kis természetes csapadék is. Jó az, persze kell az. Akar megszólalni a közútkezelő? Igen? Hol? Itt? Miért? Megmondja most a piért? Még nem emlékeztek el? Igen. Megmondja most a piért? Megvan. Mit akar a közútkezelő? Persze jöjjön, mi rosszul mondtunk valamit? Nem, hallgatók mondanak nem. Rosszul valamit? De valamit el akar mondani a közútkezelő. Informálni szeretne rajtunk keresztül. A Pécsi Norbi? Pécsi Norbi egy remek ember, adjunk neki teret. Szólaljon meg, mondja el. Azt mondja, hogy a Norbi, a hallgatók félretájékoztatnak. Hogy miért tájékoztatnának félre a hallgatók? Hát ők csak leírják, amit ott látnak, ahol éppen vannak, nem? Hát nyilván valamilyen szempontból szubjektív, amit írnak, de hát mi a valóság alapja. Egyfajta személyes benyomás. Így van. Fel van dúlva. Ők ott vannak. Tényleg? Nagyon ideges. Ki van készülve? Hát, kapom az infot itt a falamon. Hát eddig. Akkor érted, toljon kevesebb koffein, üljön le. Igen, kevesebb energiát, nyugodjon le. Annyira fel van dúlva, hogy most fel se veszi. Lehet, hogy melyik összeomlás kapott, kész. Elvágódott a konyhájába, és meghallgatott minket, mondta, ez nem lehet, megpróbált betelefonálni, kész. Elvágódott, ott fekszik. Kérjük éjjel a lehetőséggel. Rajtunk keresztül tájékoztathatja az országot. Tegye ezt meg. Mindenki beengedünk műsorba, hasznos információt akar mondani, de ahhoz egy elengedhetetlen kritérium, hogy felvegye a telefont, főleg ha jelentkezik, hogy szeretne megszólalni a műsorban. Nem veszi föl? Lehet, hogy már annyira ideges, hogy már föl se tudja venni, nem? És ha fölvette a telefont, menjen tovább, szóljon bele. Igen. Annyira dűlt, hogy a kislányon keresztül üzent. Eldűlt. De azért nem tudja fölvenni. Annyira feldűlt, hogy eldűlt. Hát te szentséges, jó Isten, ha eldűlt. Hát arra eldűlt, hogy a Norbitjának nézzenek már oda közül. Igen, úgy nagy a baj, gyerekek, mert a kislány is berohant. Ó. Mi a baj, Karola? Karola.
Katika. Kati, jöjjön ide, mondjál, mi a baj. Katrina. Katrina. Katrina, kérem, jöjjön ide, mondjál, mi a baj. Gyerekek, ha Pécsi Norbi fel van dúlva, hogy ilyen szépen mondjam, én nem megyek addig tovább, mert engem a Norbi lelkiállapota egyszerűen instabillá tesz. Tehát ha ő is instabil, én is az vagyok. Itt van? No, ő személyesen? A feldúlt Norbi, a közútkezelőt? Norbi, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Norbi! Jó, reggel, jó vagy! Hát, tehezebb téged utolérni, mint a pápát. Mit csináltál, vagy hol voltál? Egy közleményt írok, amit éppen küldeni szeretnék nektek, mert hogy hallottam, hogy olvasók jelezték, hogy az M6-oson torlódás van, nagy a hó, és szerettem volna ezt tisztázni, de örülök, hogy visszahívtatok. Na, ne viccelj, hát keresem, hogy hol olvastam be az M6-osról nagy torlódást, nem, nem mindjárt megnézem. Nem lehet, hogy valamit félre hallottál? Nekem jelezték, de... Na, ezt a szokott akkor... a legrosszabb lenni, amikor te magad igen. nem hallod. Mikor valaki mond valamit, hányszor beszélek én is, amikor hallottam adás, hogy azt mondta, te hallottad? Ja nem, nem. Akkor mondom, majd hívjál fel, ha te hallottad. De igen. Nem baj, egyébként az M6-osról nem hallottam. Ezért jó, hogy beszélünk legalább persze. akkor. Akkor hangosan, Norbi, miközben gépelsz, olvasd már azt, amit gépelsz. Mert akkor kedves, la, ja nem, tisztel. Figyelj, Norbi, figyeljünk akkor. Kedves kollégám, így kezdem. Na, mi, tegyük rendbe a dolgot, akkor mi van az M6-oson, vagy mi nincs? Reggel óta változó intenzitással havazik a Dunántúlon, így Baranya-Tolna megyében is azért térjesebbek az útviszonyok, és fontos azért kiemelni, hogy az M6-os és az M60-as autópálya az nem a mi üzemeltetésünkben van, hanem koncesziós autópályakezelők üzemeltetik, és ott sajnos még egyelőre havasabb szakaszokkal találkozhatnak a közlekedők, de a többi autópályán így például az M7-esen már folyamatosan kint vannak a kollégáink. Finoman bemoszeroltad a többieket, hogy ott nagyon havas gyerekek, de itt, ahol mi dolgozunk, na ott egyáltalán nem havas. Hát ott latyakos. Az M7-esen például latyakos sókásás a burkolat. 300 gépünk van kint egyébként a havazásban érintett területeken. Ebből mennyi hókotró? Ez mind hók. És mennyi dolgozik? Igen, ez mind dolgozik, és mind hókotró. Mindegyikben. Nagyon, nagyon jó. Jó, jó. Elmondtam mindent? Igen? Szerintem, amit még talán érdemes kiemelni, hogy ott, ahol most intenzíven havazik, ott a fő- és alsóbrend útaknál vannak még olyan szakaszok, ahol térjesebbek az útviszonyok, tehát vannak még havas szakaszok, és azért fontos kiemelni, hogy ugye folyamatosan dolgoznak ezek a gépek, de hát ugye minden kilométer szervénye nem tudnak ott lenni egyszer, úgyhogy egy kis türelmet kérünk a közlekedőktől, de mindenképpen el fogunk jutni minden egyes területre, ahol szükséges. És ilyen jó tanácsok vannak, hogy vigyünk magunkkal egy kis lapátot, legyen nálunk keks, egy kanna benzin. Víz. Én mindenképpen inkább azt tanácsolnám, hogy utazás előtt tájékozódjanak a közlekedők az aktuális útviszonyokról. Azt tapasztaljuk, hogyha fölkészülnek arra, hogy milyen körülmények között kell vezetniük, akkor esetleg meg tudják tervezni azt, hogy érdemes-e nekik elindulni, illetve hogy mire számíthatnak, tehát hosszabb lehet esetleg a menetidejük, úgyhogy mindig azt tanácsoljuk, hogy keressék Útinform szolgálatunk munkatársait, illetve Útinform szolgálatunk Facebook és Twitter oldalán is folyamatosan osztunk meg hasznos információkat. Tripper oldal. A tripper oldal, az mindig hasznos. Norbi, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Jó, ha bármit hallasz, akkor nyugodtan írd a kis közleményt, jó? Mindenképpen. Jó, mi is hadd adjunk át egy üzenetet egy másik Norbitól, jó neked? Ha jó. Esetleg megéhezni, akkor. Akkor. Egyéb batyút. Még nem reggeliztem, úgyhogy megyek. Köszi, Norbi, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello, Norbi tök jó arc. Jó, tök, igen, igen. De ez a szakmai felháborodást, én ezt bírom bennük, és úgyhogy nem ő hallotta. De ez, hogy valaki fölhívta, hogy hallottad, mit mondtak, hogy az M6-os neve, az nem is a miénk. Nem? És azonnal ír. És az azonnal. Igen. Igen. Tisztelt szerkesztőség, kedves kolléga! De ő azzal nevez a hogy hívják, a sértődékeny illetékes. Ő egy jó arc. Igen. És akkor... Hallgatói kérdés, és az M0-ás gyíkarc. Igen, és akkor most van, ahol meg nem takarítanak. Uh-huh. Azon az óceánjáron például. Ott, de igen, Cseperi gyorsforgalmi, viszont van egy csúnya baleset, ez most jött a Soroksári út felé. Érinti a másik oldalt is, mert egy teherautó keresztben áll, úgyhogy valaki kérdezte, hogy miért nehéz kijutni. Ez az oka tulajdonképpen, hogy akkor a dugó van. Azon gondolkodom, hogy vajon a D-vitamin az jó, ha hóvakság el. Persze, a szétdocsolod elolvasztja. Az mindenféleképpen jó. Akkor iszom. Meg akarok nektek mutatni egy videót, megpróbáljuk majd átadni ezt, mert ugye videót, videóról beszélgetni rádióban nem tud szerencsés, de hogy mi történik az orosz valóságshowban, mert hogy ott is megy a valóvilágszerű, most nem tudom, a Big Brother, vagy egy valóvilágszerű formátum, minden esetre valóságshow van. És durvább, mint az ukrán parlament?
Sokkal durvább, mint az ukrán parlament, mert ott is elég sokat verekednek. Olyan bunyó alakult ki a villán belül, hogy az valami elképesztő. Én nem tudom, itt ugye a házszabály az, hogyha itt verekszel, akkor azonnal kizárnak. Hogy valakihez hozzávágsz valamit, megsérülhet, azonnal kizárnak. Valószínű, hogy ott nem, vagy ott ezt megengedik, olyan tömegbunyó van a villában, hogy az elképesztő. Megmutatom nektek. Ez az, amit átküldtél, az utolsó? Van túlélő, tehát megy még a műsor, vagy mindenki fekszik vérbefagyva. Figyelj, döbbenet, hogy mi zajlik bent. Ez egy 11 perces kis videó. Hol kezdődik ez? Hányos? 11 percet. Végig. Ropogtatni valamit. 11 percen keresztül ütik, verik, vágják egymást, úgy, hogy nem jelenik meg biztonsági őr. Tehát, hogy senki nem megy be, ugye a magyar vévőben is vannak biztonsági őrök, akik azonnal be tudnak rohanni. Блять, это уже через чур, правда? Я. А сейчас я зараз маму шукаю. Там камустали De milyen jó idő van az oroszoknak. Két csaj, gyerekek, a medence partjánál, és a harmadik is beszáll. Óriási. Kettő csaj. Én nem tudom, milyen valóságsó ez, de baromi meleg van. Pálmafák vannak, ugye az oroszok készítették valahol. Lehet, hogy egy ilyen elutazós. Két csaj elkezd verekedni. Hopp, és még jönnek csajok. Figyelj, birkoznak a földön. Senki nem megy be. Tépik egymás haját. Az egyik, hogy beesik a medencébe, lent van a földön, letépte a melltartóját. Hú, mikor... egyre jobb. Nachos, jalapeño! A két csajt nem tudják szétszedni, annyira verekednek. Megpróbál egy harmadik is beszállni, már jönnek a pasik. Aha. Na várj, most lesz komolyabb, mert most pasik vannak. Most megdobálják. Már elindul a villán belül is a verekedés, ott a pasik verekednek össze, rohannak oda, a többiek, nem tudom, milyen valóságsó ez, de kb. 30-an vannak bent a villában. Hát igen, elég. Itt a következő történik, egy lány beszól egy fiúnak. Jézus, a deprimitív. Egy lány beszól egy fiúnak, a fiú feláll a medence part, és olyan állás lever a lánynak, hogy a lány hanyat eszméletlen állapotba beesik a medencébe. Ja, mondjuk az ilyen büdös bunkókat, érted? De most komolyan, hát remélem, hogy tele kirakták. Már csaj, nem? Hogy beszól a fiúnak. Figyelj! Júj, nagyon jó. Sok volt. De az előbb is jó volt, egy viszonylag szolid beszélgetés kezdődött, és az izompólos fiú az egyszer csak úgy érezte, hogy ütni kell. Igen, ez állítólag ugye úgy készült maga a videó, hogy megmutatták, hogy az oroszok hogy készítenek valóság showt. Tehát, hogy valószínűleg több széria van benne, de hogy náluk a verekedés az abszolút megszokott. Tehát, hogy abban semmi hát, különbség. Oda megy, föláll egy baseball sapkás fiú, és lever egyet a lánynak. A lány hanyat beesik a medencébe. Mekkorát kapott, nem? Megpróbál kimászni a medencéből. A fiú pedig visszafekszik a földre. Igen, de nagyon nincs, aki segítsen neki. És mindezt oroszul. Szerintem kapni fog még egyet, nekem nagyon. A lány neki szalad a fiúnak. Volt egy köpés, hát ez igazán nem szép a lánytól, tényleg leköpte a fiút azután, hogy állom benne. Itt nincs ilyen? Hát most már annyi minden történik a VV-ben. Hát ne legyen már. És nem büntetik őket, tehát hogy nem, nincs az, hogy megbüntessék. Vagy hogy bármiféle szankció lenne. Jó, ja. Náluk meg biztos szex nincs. Tessék? Aha. Mi ez nálunk most van? Nálunk? Hát nálunk. Mutatok egy másikat, ez is egy orosz valóságsó. Itt, de általában a csajok verekednek, azt nézd meg. Ezt láttad, hogy hasba rúgta? Hasba rúgja, igen, mindjárt odaérünk. Itt a két lány verekszik, rugdossák egymást. Igen. A haját húzza. Csak hogy nehogy gond legyen, térd el a másik hasát. De mint tudsz összeveszni ennyire valakivel egy villában? Mondjuk bármin egy idő után már nyilván bármin. Nem? Jó, aztán vannak más műsorokból is, amikor a mennyasszonyt hasba rúgja a vőlegény, tehát ilyen is van. Elképesztő, hogy az oroszoknál mi történik. Biztos eltört a szemceruzáját. Igen. Na jó. A vőlegény szemceruzájára gondoltál? Oda néz. Ezt én nem hiszem el, komolyan mondom. De hát ez mi? Egy orosz talk show, ahol egy ilyen békítős, egy Mónika show jellegű, ahol az egyik oldalon ül a mennyasszony, a másik oldalon ül a vőlegény. A vőlegény föláll, ugye oroszul zajlik a párbeszéd, tehát viszonylag keveset értünk belőle, és egy adott pillanatban hasba rúgja a mennyasszonyt, aki átesik a széken, és itt már befutnak a biztonsági őrök. Tehát náluk picit más a dolog, nem? Mondjuk a Mónikában is volt azért egy-két verekedés. Ilyen hajtépések voltak. Hajtépés az is, volt, de igen. De azért leszem, hasba nem rúgtak nőt, talán ez kimaradt, vagy nem került adásba. Na jó, nézd, hogy még van hova. Jó helyen vagyunk, én azt gondolom. még nincs veszve. Minden. Azt írja valaki, ez az orosz édehotel, ugye ez nálunk is ment a Viaszaton, amikor ugye elvitték őket külföldre, aha, egy szigetre, szép környezetbe, és akkor ott a csajok versengtek a pasikért, mert párokba kellett összeállni, vagy mi volt, ugye az volt? Horváth Évával. Igen, hát neki sok szerepe nem volt. Hát de ott volt.
Hát ott. Hmm. Csak mondom, műsorvezetőről be tudjuk azonosítani. Na, de mennyi D-vit, amint összegyűjt? Bizony. Na, oké, csak meg akartam nektek mutatni, hogy nem gyengén csinálják ezt az oroszok. Egy internetes honlap összeszedte azokat a hazugságokat, amivel a szüleink etettek minket kiskorunkban. Hát szerintem ebből mindenki legalább tud 10-et mondani. A dolog nagyon érdekes, mert szerintem ezek ilyen általános igazságok. Olyan dolgokról van szó, amit minden szülő egyfajta féleképpen lehívva, úgymond a kollektív tudatból használ és mondja a gyerekének. Ki milyen hazugságra emlékszik? Mi volt az, ami a legnagyobb hazugság volt? Itt 10-et szedtek össze. És kíváncsi vagyok, hogy a miénk rajta van-e a listán. Nézzük meg, hogy rajta van-e a listán, hogy mi volt a legnagyobb hazugság. Ugye minden szülő végig hazudja az ember gyerekkorát. Ugye nem szól másról, mint hogy folyamatosan a jó értelemben, de hazudsz a gyereknek. A Mikulásról, a Jézuskáról, ha nem fekszik rá, akkor mi lesz, ha nem jön haza időbe. Tehát végig megy a hazugsággal egybe kötött fenyegetés. Na, mi volt nektek a legnagyobb klasszikus hazugság, amit hát, mondtam? Amit én sokszor hallottam, és nem csak otthon, hanem sok más helyen is, a nem fog fájni. És mindig már be. Milyen szövegkörnyezetben? Milyen szövegkörnyezetben? Fogorvoshoz megy. Nem mindegy, hogy lecsatolják az övet éppen, és mondják, hogy nem fog fájni, vagy fogorvoshoz mész, tehát hogy mi, hol hallod ezt? Hát, ezek az orvosi beavatkozások, ezek mindig így. Amikor injekciót kaptál, amikor bármilyen oltást kap, amikor ugye fúrták a fogadat, amikor gyökérkezelték, nem fog fájni, mindig fájni. A nagy hiba egyébként a szülő részéről. Hát beleülteti a gyerekbe, gondolom, ugye azért mondod. Nem, hogy tehát már előre készülsz. Hát igen, ugye. Hogyha azt mondod a gyerekednek, hogy nem fog fájni, gyere, menjünk el az orvoshoz, akkor benne van egy idő, de úgy is fájni fog, apa, nem mondasz, hogy nem pont fog az, fájni. Igen, pont meg kell mondani a gyereknek, hogy fájni fog. Igen. Tehát pont tehát átvágod a gyereket, sokkal nagyobb bizalomvesztés, lehet, hogy rövid távon jobb, a gyerek nem sír az orvos felé vezető úton, de ha nyilván nem mondod meg neki, akkor utána már nem fog benned bízni, vagy kevésbé, igen. Benne van a spenót. Nem eszed meg a spenótot, nem nősz nagyra? Ez így ebben a formában nincs. Aha. Nagyon jók vannak egyébként, nagyon jókat szedtek. Köszönöm, te ezt hallottad? Ezt, azt nézd meg. Mondjuk rácáfoltál. Vagy rohadt sok spenótot tettél. Később már igen, de 14 éves koromig nem. De ezt mindenre mondták, vagy csak a spenótra? Nem, mert mindig az volt, hogyha nem eszed meg a vacsorát, akkor kicsi maradsz, gyenge maradsz, nem nősz meg nagyra. Mondjuk megettem, de a spenótot specnem. Hogy nem nősz meg. Igen, ugye? Nem nősz meg. De ezt ettől egy gyerek nem fél, vagy ez nem olyan, amitől úgy nagyon megijednél, nem? Nem. Ráadásul te kétszer kértél mindenből, úgy tűnik. De kivéve a spenótot. Három. Megetted mindenkit, igen. Ne, itt nagyon helyesek vannak. Összeszedtél például az egyiket. Ez ha grimaszolsz, úgy maradsz. A grimaszolsz úgy maradsz. Ez is egy ilyen nagy klasszikus volt, nem? Hogy ezt vagy az apától, vagy az anyától hallottad, hogy valamit grimaszoltál, akkor attól féltél, vagy attól kellett félned, hogy úgy maradsz. Ne bungee-s, mert úgy maradsz. Én ezt hallottam nagyon sokszor, mert hát ugye a legnagyobb poén mi? Hát amikor bungee-t az ember. Igen. Ha lenyeled a magot, fanő a hasadban. Igen. Ugye ez is megvolt. Ha lenyeled a rágót, összeragad a beled. Összeragad a hasad, vagy összeragad a gyomrod, vagy a beled. Igen, hogyha lenyeled a magot, fanő a hasad. És te leglenyelted a magot, és ott ültél, lelkiismeret furdalással, hogy vajon kinő-e a maga hasadban. Izgultál, hogy igen, lesz a cseresznyén termés. De a szülő azért, igen, nem veri el a jég. A szülő azért ijeszgeti, hogy így megnyugtassa magát, hogy a gyerek nem nyeli le? Vagy miért? De nyilván rá akarod hozni a frászt, hogy ne nyelje le, nem? De ugyanakkor meg nincsen semmi, ha lenyeled. Tehát nem történik semmi. Tehát ez is szerintem felesleges. Na ott például pont azt érzem, hogy nem szabad a gyerekbe semmiféle parát elültetni. Természetesnek kell venni, mert most lenyelsz, így megy magot. Na, és akkor bemegy a vas a izébe, a vakbeledbe, és akkor ki kell venni. Sok ilyen esetről hallottál? Renget az orvos tudom, egy egyetemen vakbélgyűjtemény van, megy maggal. Nem, azért mondják, hogy lenyeled, a vakbélbe bemegy a mag, és akkor vakbélgyulladásod lesz. A magtól? A magtól. Hát ezt nem tudom. Nem annyira tudományos? Ez kevésbé a hangzik tudományos, igen. Azért nincs itthon a cica, a kutya, az aranyhal, a hörcsög, mert elszökött, ugye ez állathalálozásnál van, amikor ugye a szülő ugye megint hazudik a gyereknek, vagy azt mondott, hogy vissza akart menni az övéhez, mert magányos volt, általában itt halálozás áll a háttérben, ugye amikor szintén nem mondod meg a gyereknek, hogy mi van. Túl sok édességet eszel, kiesik a fogad. Ezt hallottuk? Elromlik, ugye? Igen. Inkább az volt, igen. Ha sok krépát eszel, megtanulsz fütyülni, nagy klasszikus. Ott azt szerintem semmilyen tudományos kísérlet nem tudta bebizonyítani, hogy van a két dolog között egyenes arányosság. Hát, hogy zabáltad a répát, és én annyira rosszul fütyültem mindig, viszont a répát imádtam. Szereted a répát? Igen. Nagyon szeretem. Fú, nyersen, sem megpucolva. Sehogy. Imádtam. Óriási volt. Aki mi kertből szedtük föl. Kicsit csapnál le, most az is. Hát, nagyon jó. Megleptél volna, hogyha máshol lesz.
zöldség. Fővárosi budai úri gyerek a harmadik kerületi panelrengetekből. Hát ő lement az zöldségesbe. Ja, ő azt hitte, hogy a zöldséges nénő a középvállalatnál. Én csirkét is csak fóliázva láttam, mondom, nem, milyen áll be a fóliázával. Hogy nő? Én a bőrét szeretem legjobb, a bőrét, tök rágós. Jó, hát persze, te kimentél a kertbe, érted, kiúsztad. Kicsit ráköptünk. Ráköptél. Kézzel így. Húztál rajta kettőt, a felső meccődön meghámoztad, azt már toltatok. Hagyta, hogy a kecske bevegy, és aztán kirántotta a szájába, és már tiszta volt. Ez aztán megetted, igen. Na, ez is fönt van még a listám. A medencébe pisilsz, pirossá válik a víz, ugye? Ez is egy nagy klasszikus egyébként, mondjuk ezt még felnőtt korban is tartotta magát ez a városi legenda. Hát érdekes, nekem ezt nem mondta a fatarom, nekem azt mondta, hogy nyugodtan, úgyis mindenki ezt csinálja. Nézd csak, fiam, így kell. A trambulinról. Nézd csak, fiam. Nézd csak, fiam, így kell. Papa engedte? Tehát erre aha, nem volt haklis? Igen? Papa, de ő is élejárt ebben? Papa, ez termál? Nem. Na, menjünk, Ari. Papa, tényleg piros lesz a víz? Éppként nekem is volt ilyen félelmem régen bizonyos szállodákban. Jó, hogy tesznek bele valami szert. Hogy tesznek bele valami szert, és akkor körülötted kék lesz a víz. De állítólag tényleg van ilyen szer. Amit ha beletesznek, akkor ott, ahol ez a dolog megtörténik, ott valamilyen kémiai reakció elindul, ugye, a víz. És rendszeresen tesztelted? Muszáj volt. Persze, persze. De nincs, erről ti nem hallottatok? Ez egy létező dolog. Elviekben sehol mondják. Nem láttam még egyébként, de hogy állítólag ez van? Mondják, mondják, de azon a komfortfokozaton, ahol én szoktam járni, ott nem úgy látszik. Jó. Nem, hát tudja a fene, én megmondom őszintén, hogy viszonylag régen brúzoltam bele. És akkor is inkább csak élő vízbe. Annyira durva a pH értéke, hogy nem mentél meg. Persze, én csak elevetlen volt, hogy így a tükörpontjuk így feldobták a hasukat mellette. Először csak így felnéztek, aztán úgy menett, igen. Béka nő a hasadba, az is biztos. Béka a hasadba. Az nincs a listán, de igen, az is egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szokott. Azt mire mondták? Ne így áll annyit. Uh-huh. Ami egy tök természetes dolog, szomjas vagy iszol. És a gyereknél ez még ráadásul jó is működik. Amit rüheltem, az angyalos játékra emlékeztek, hogy mondjuk három gyerek ült az asztalnál, és a szülők, valahol voltunk vendégségben, és a másik gyerek szülője elkezdte versenyeztetni a három gyereket, hogy ki eszi meg leghamarabb az ételt. Aha. Az lesz angyal, fú. De hogy annak egyébként mi értelme ja, van, hogy hittem, három... Ja, azt hittem, hogy kaptál egy ilyen fehér pártát, meg szárnyakat a átadra, és akkor igen, és ott kellett ülöm, és néha valaki megsétáltatott. Hogy annak mi értelme van, hogy három egyébként normálisan evő gyereket elkezdesz versenyeztetni, hogy ki eszi meg leggyorsabban a tűzforró húsleves. Habzsolj, ne rágd meg rendesen. De hogy ezt emésztés problémáid lesznek, nem tudod normálisan feldolgozni, nem is ízlik igazán az rosszul étel, mert... leszel utána, mert te akarsz lenni az angyal, nyilván én is ott ültem izzadó homlokkal, tudod, ki pufi gyerek voltam, tehát viszonylag hájas, nem is tudom, hogy fogytam így le. És hát ez nekem a bátyámmal ez egyfajta presztízs harc volt, tehát hogy nem, nincs olyan, nem ő győz, vagy hogy nem én győzök. És mindig versenyeztettek minket. Az mire jó? Nagyon el akartak már mosogatni. Rohadt lassan ettünk. Ti nem vettetek részt ilyen versenyben? Nem volt? Nálunk nem volt ilyen. Nem volt? Egyé, de hát az volt, hogyha aki az utolsó, az ganézik a disznónál, nem? De, és azt szívesen csináltuk is, tehát mindenki gyúrt. Mindenki direkt lassan evett. Én vagy. Gyerekek, hanem aki a leglassabbat megy, aztán rágyáltak a ló alá. Fülbe mász a bogártól való rettegés. Aztán engem nem ijeszgették, az micsoda. Soha senki a fűre, mert belemászik a fűre. Soha senkiről nem hallottam még, lehet, hogy van valami alapja, mert egyébként így is hívják magát a rovat. De hogy a fülbe mászok, hogy ne feküdj be a fülbe, mert bemászik a füledbe. És akár nem lehet, hogy van valami valóság alapja, vagy nincs hát ilyen bogár? Hát úgy hívják, tehát éppenség, de van. Ilyen a végén ilyen kis csáprágószerű, ilyen kis, hogy hívják van, tartozék van, vagy ilyen szakszerűen fejezem ki magam, és fél, tehát hogy ránézel, és akkor egy idő után már ilyen félelmetesnek látod, és elképzeled, hogy hú, és akkor biztos azzal a részével kapaszkodik bele a dobhártyádba, és aztán aztán el kell menni, meg megműtetni a füledet, és akkor na ez. Meg a fel fogják megszúrni az orrodat. Az orrodat. Az orrodat, meg a füledet. A füledet, az igen, de hát az nem, az valós dolog. Ha... Igen, de hogy ez a ne szipogjál, meg hogy hívják, meg... Igen, hát ez igaz, igen. Tehát ez nem a hazugság, ez tényleg így van. Tehát a felszívódott, kapsz egy arcüreggyulladást, akkor ezt felszúrják. És ha hazudsz, akkor krumpli nő az orrodra, az volt? Krumpli. Sose hallottam. Hát nem volt, nem kezdtem. Krumpli nő az orrodra. Igen, ha hazudsz, akkor krumpli nő az orrodra. Föl is rakták, vagy... Nem, oda is nőtt. De ez volt nálatok, igen, ez ment. Igen, krumpli nő az orrodra. Ezt nem ismertem. Meg hogy megcsinál az akronómus.
Jó, akkor hazudok. A lelkész. Fél 9 volt pontosan 2 percen. Na nézzük akkor meg, jó, hogy hallgatóinknak mit hazudtak szüleik. Lehet ez a gyereknemzéssel, a télapóval, a Mikulással, a Jézuskával kapcsolatos, mik voltak a legnagyobb hazugságok, amiket gyermekkorunkban hallottunk, és még emlékszünk rám. Jó? Jönnek a hírek, aztán jövünk az SMS-ek. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Havazik nagyon, még mindig, úgyhogy mindenki menjen szépen lassan. A Bosnyák tér végképp beállt, ott valami nagyon nagy dugó van, vagy buszok csúsztak egymásba, de ezt többen írják, hogy hatalmas a káosz arra felé. Aki tud, az kerüljön, mert ott nagyon-nagyon nagy dugó van. Aztán még egy-két friss közlekedési hír, a Budakalász és az Ürömi közötti rész is szintén beállt, mint a szög. Csöpi a HRM vezér küldte ezt nekünk. Az Egressi út is teljesen beállt a belváros felé, oka valószínűleg a leesett 2 cm-es hó, ezt Perec üzente, Buszos Tibi is elküldte a Bosnyák teret. Soroksári út Boráros tér felé lépésbe lehet csak haladni, üzente Évi, és a 4-es úton a 77-es kilométernél Cegléd után Szolnok felé váltakozva engedik a forgalmat, mert hogy baleset van, ezt Pumpi küldte nekünk. Mi pedig arról beszélünk, vagy arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy szülőként mennyit kell hazudni a saját gyerekednek. Ugye? Milyen érdekes, hogy tényleg igazából ugye nem klasszikus hazugságok, ezek idézőjelben hazugságok, de sokszor azért, mert nevelni akarod, sokszor azért, mert meg akarod félemlíteni, vagy mert nem akarod, hogy kárt tegyen magába, de hogy szinte, míg a gyerek felnő, addig rengeteg hazugságot hall. A szülőtől is. Aki teljesen ártatlan módon, de hazudik neki. Ha elpusztul egy kedvenc állat, azért, ha nem tudnak elmenni a cirkuszba hétvégén, azért, mert hogy bezárt, vagy... Igen, próbáld magad kimenteni. Igen, ugye? Próbáld magad kimenteni, mindig a könnyebb út ellenállás felé mozdulsz. Ha jön a fagyis autó, és nem akarsz fagyit venni a gyereknek, akkor megint hazudsz valamit, hogy itt most nem áll meg, vagy bármi. Tehát, hogy tulajdonképpen 10-15 éves koráig a gyerek több ezer hazugságot hall a saját szüleitől. Nem így van? Igen. Ugye? Folyamatos a hazudsz a saját gyerekednek. Jó Igen. indulatból ugyan, meg nem akarod, hogy neki rossz legyen, ezért inkább kitalálsz valamit, de akkor is hazudsz. Jó, az se jó, ha meghagyja a levest, érted, akkor minek főzti egész reggel vagy délután, nem? Edd meg a levest. Azt is edd meg, a zöldséget is, abban van a vitamin. Csak akkor lesz édesség, ha megetted a, ugye? Ja, igen. A zöldséget. Annyi kanállal kell csak enned, a hány éves vagy? Azt neked mondták? Nagyon sokan. De miből kellett enned? Levesből. Levesből, hogy egyél meg annyit, a hány éves vagy? Aha. 14 kanál leves. Nem, kukoricadarából és tojótából. Ha most miből él a tojótáppal? Hát nem, jó, akkor nincs az a baj. És akkor majd ettél 16 kanállal, mondjuk? Igen, igen. Azért 16 éves korodban már rendettem be ezt a dumát, mindig akkor is. Most hány kanállal kell? Igen, de 20 kanál volt összesen. Minek egyek 38-al? Na nézzük egy-két SMS-t, mit írnak a hallgatóink, kinek mit hazudtak a szülei kiskorában. Vannak egészen jók egyébként. Anyám mindig a spenóttal tuningolt, ha megeszed, olyan erős leszel, mint Popeye. Az óvodában mindig győztesként indultam a verekedésekbe. Az első néhány orbanyomás után jöttem rá, hogy a szemét kis matróznak csak rajzolták az izmot. Anyám meg palira vet, ír egy hallgató. Nekem Norbi mondta mindig, hogy egyek batyuk. És bejött, várjál. Nekem azt mondták, mikor kicsi voltam, aggasztóan kicsi, hogy ki kell állnom az eresz alá, ahol esik az eső, és megnövök. Én mégsem lettem magas, maximum gazdagabb, lettem egy tüdőgyulladással, írják. Tényleg kiálltál. Igen. Nekem a nagyapám mondta, hogy ha sok szalonnát eszem, akkor jó nagyra nő a cicim. Uh-huh. 3-4 évesen megfogadtam a tanácsát, ma 25 éves vagyok, és a cicim ugyan es, de a papa elfelejtette mondani, hogy a szalonától nem csak a melnő. Így most széltében is akkora vagyok, mint hosszában, írja Betty. Nekem a nővérke mondta mandula műtét előtt, mikor sírtam, ha nem hagyod abba, kétszer veszik ki. Gondolhatjátok, azonnal abba hagytam. Milyen gyerekbarát. Gyerekbarát kórház, nem? Ha nem hagyod abba, kétszer veszik ki. Még azt, amit megültünk, ha túl fog fájni. Azt hazudtam a fiamnak, hogy ne igyál kólát, mert nem lesz szőrös a petyeszed. Igen? A petyesz? Nektek nem mondtak ilyet, hogy ne játsz a kukiddal, mert ez vagy az történik? De leesik. Nekem nagyon sokszor mondtak ilyet. És megtörtént? Hát nem. Ha nem nő meg, hogy... Nem nagyon hittem neki. Nem nagyon hittem neki, én anyukám mondta mindig, hogy ne játsszak a kukimmal. Vajon anyu igazat mond? Kipróbálom. De mit tudom én, hogy elviszi a rossz bácsi, vagy mit tudom én, leesik, vagy mi volt egy csomószor ilyen, de nem tudott meggyőzni. Csak játszott. Ja. Mi a petyesz? Játszál csak. Legalább valami öröm is lesz a gyerekkorodban. lesz mire visszagondolni. Szóval nem volt én, ne játsz a kukiddal, mert ez nektek nem volt?
Igen, nem tiltottak a kukimtól. Nem? Most gondolod, nem ilyen életem, az a saját kukimtól eltiltott. Fia, Attila is gyakorta az anyját, érted? Én behúzottam a sarokba, hogy játszok egy kicsit, a kukimmal azt se engedték. Hát értitek már, hogy miért vagyok ilyen? Milyen szörű gyerekkorom volt, érted? Ezt se engedték már meg. Hátra kötöm a kezeid, de aztán a szád is bevarrom. Nem, ez 6 évesen már nem voltam ilyen hajlékos. Hát ott már nem kellett, ott már nem kellett hátra kötni. Még a bátyát is bezárjuk. Azt mondja, hogy muter egy egérre fogta, hogy elvitte a cumim. Sírva riasztottam a szomszédot, hogy ha lát egy cumizó egeret, szóljon. Igen. Nekem mindig azt mondták, hogy a kenyér héját is meg kell lenni, hogy szép piros legyen az arcod. Ja, meg a héjában van a vitamin, igen. Nem? Igen. A héjában van a vitamin. Óriás. Nekem a nagybátyám mondta a fenyegetésképpen, amikor rovis korban kóstolgattam a sörét, hogy ha sört iszol, megnő a cicéd. Bárcsak ittam volna, írja egy hallgató. Egy volt kollégámnak azt mondták a szülei, hogy csak 2 évente van augusztus 20-án tűzijáték, mert nem akarták minden évben kivinni. De, de szép. Csak a páros évek, fiam. Csak apám, mi ez a tévében? Ő ismétlés. Ne menj be a sötét szobába, mert ott a kunkus. 34 éves vagyok, még a mai napig se tudom, hogy mi a rák az a kunkus, viszont félek a sötét szobában. Kunkus. Nálunk is volt kunkus. De ez mi ez a kunkus? Az nálunk nem volt kunkus. Hát, azt nem tudom, de ez most ugrott be, hogy ezt nekem is mondták anyámé. Igen? A kunkus. A kunkus? Hogy ne? Na, mindegy, hogy mi, mert jön a kunkus. Ne menj át a másik volt, szobában, mert ott van a kunkus. Tehát csak egy szobánk van. Ja? De nád nem az, hogy ne barátkozz a disznóval? Nem, azt engedték. Valakinek nekem is kellett barát, érdem. A kunkus. És jött a kunkus? Hogy jött volna? Igen. Az enegében egy törpe pakolja a lemezeket. Én ezt hittem el. Írja egy hallgató. Na például ez is egy olyan hazugság, hogy a gyerek megkérdezi, és simán kitalálod, nem? Hát ott bennül egy kis törpe, egy kis manó, és ő rakja a lemezeket. Hát igen, én mondjuk én nem láttam az enegépet gyerekkoromban. Nekem az így nem volt meg. Nem látta az enegép? Ez nem. Klasszikus, a bemész, kocsmába egy... cigány zenekar volt. A presszóba bemész, ott volt az enegép. Nem láttál ilyet? Nem. Nem, nálunk nem volt. Na mindegy. Jó, azért fölnőtt így. Jó, azért valahogy ezt fölnőtt így. Otthon főztük a pálinkát, nem kocsmázottam. Mikor csúnyán beszéltem, mindig azt mondták, hogy Jézuska parazsat tesz a nyelvedre. Ez például nem volt. Hát így lesz, az emberből ateista. Igen. Elvisz a zsákos ember, vagy a részfaszú bagoly. Aha. Klasszikus. Ez klasszikus, igen. Ha ne simogozol itt a macskát, mert fostos lesz. Azt nem hallottam soha. Hát nekem ez állatban van, tehát fostos lesz. Nem volt az, soha nem értett. Nem tudom. Nem foltos? Nem fostos. De nem lehet, hogy fosni foltos fog. Ja. Mert hogy tehát sokat simogatom a macskát, fostos lesz. Ne játsz a tűzelmer bepisíjsz, tessék, nagy klasszikus, nem? Vagyok. Ennek van valami valóság alapja? Hogyha az a gyerek, aki mint a gyufázik, vagy valami az este bepisíl, ennek van valami alapja talán, ez nem akkora hülyeség, nem? Most kell pisílened egy kicsit. Nem? Már hogy most melyik fenyem? Mert a tűzzel játszol, már itt kóstolgatod a fejét. Ja, a tűzzel játszol, vagy mi? Hát ettől így már nem. A reflexeim ennél már jobban működnek azért, igen. A legnagyobb hazugság, mindenkinek kell köszönni, mert nem tudod, ki az apád. Ja, és tényleg nem. Jó, hát jó. Igen, apám mindig azt hazudt, hogy ha megtalálom a Balaton dugóját, akkor leengedhetem. Nagyon sokat kerestem nyáron, írja nekünk egy hallgató. Bali, nem azt mondta az anyucod, hogy játszol a cuccal, bekapja egy szörny. Azt mondták, hogy sózzam a galamb farkát, és akkor meg tudom fogni. 30 éves voltam, mire rájöttem, hogy miért mondták. Sózd meg a galamb farkát. Én 43 vagyok, elárulhatnád. Gondolkozzatok rá, egy kicsit nem tudom. Na jól van. Igen, a répa. A fagyis autó azért zenél, mert elfogyott a fagyi. Az nagyon tetszik. Mert elfogyott a fagyi, ez jó. A Benny imádja a fagyis autót, állna, megy ki, rohan a kertbe, out, áll. De ez jó, ezt lenyúlom. Nagyon hát jó. Nem elfogyott. Nem. Hát nézz oda. Már a kutya szól a fáját, hát már beszól a központba, hogy töltsék föl az iskoláját. De ez jó duma, igen. Hogy azért zenél, mert elfogyott a fagyi. Ha nem zenél, itt volt és mindent lehetett volna venni, de hát sajnos. Hallod? Hallgasd? Most. Most, na most fogyott el. Még na egy most, boldog gyerek. Most fogyott el a csoki vanília. Igen, mit szeretnél lenni? Ja, eper. Na most. Igen. Ott még 2 boldog gyerek a sarkod, ja. De sajnos ez már elfogyott. A bocskorék még kaptak. A Gabi vitte el. Nézzek, a Gabi vitte el az utolsó. Hát nézzek, a bocsi Gabi a gyerekének elvitte az utolsó fagylatot. Ja, szóval, hogy egy nagy hazugság a gyerekkorunk, erről szól ez a téma. Hogy igen. Nagy
kollektív hazugságban növünk föl, ugye? De a kegyes hazugságok. Tehát, hogy azért sok traumától is meg akartak kímélni minket. Hát ez az oltás dolog. Tehát, hogy így persze, nem szereti, felnőttek közül sokan ugyanígy vannak még mindig, utálják, hogyha beoltják őket. Meglátod a tűt, és kész vagy tőle, leizzadsz. Akkor is azt mondta, hogy persze, nem fog fájni, dehogy nem, rohadt nagy fáj. Hiba egyébként, igen. Amikor a kan kismalacot herélte ki az állatorvos, azt mondták, hogy ott veszik ki a manduláját. Oh, hát, úrról. Írja nekünk Krisztán, de ez helyes egyébként. Na jól van, hármasugrás játékunk jön, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hello István, jó reggel. Szép jó reggelt, sziasztok! Szia, hello! Megint kevesebb a női játékosunkat. Mi van a csajokkal? Nem akarnak játszani? Vagy félnek tőlünk? Vagy mi van? Tele vagyunk passajolgatókkal. Esik a hó, biztos pedig, hogy lapátolják a havat. A de korrekt vagy, anyát kiküldtem, lapátolni. Igen. István, honnan hívsz minket? Oroszlány. Ott is szakadó hó? Igen. Akkor most már országosnak tűnik. Már a munkahelyen vagy még otthon? Persze, még a munkahelyem vagy. Mit csinálsz? Műhelyben dolgozom. Lakatos munka. Nézd meg, autószerelőnk volt ma reggel, most egy lakatos munkán. Jó, igen. Kézműves emberek, az a jó. Hát. Igen. Milyenek a kérdések, Jani? Viszonylag könnyű. Talán? Szerintem nem egy nagy sztori. Nem? Nem. Majd egy a másodikat olvasd. Második nem, kicsit bekeményítettél? Rá tudod-e vágni fejből. Na, várjátok, lapozok. Igen, hát kapaszkodni ott kell majd a második kérdésnél. Így szól az első dedikált nyakbalkasztóért. Melyik országban zajlott az idei férfi kézilabda Európa-bajnokság? Dánia. Hát, ennyi. Hasít, azt látod? Mehetünk tovább? Persze. Menjünk tovább. Jó, így szól a második kérdés. Melyik királyunk portréja volt látható a 2009-ben kivont 200 forintos bankjegyen? Béla. Ajjajjajj. Nem kell ennyire kapni. Picit át kellett volna gondolni. Ez a 200 forintos bank, ugye ez a fém pénz. Nem. Ja, a 200, de jegybank. Ja, 2009-ben mondták ki. Aha. Bankjegy. Nem jegybank. Bankjegy. 200-as. 200-as bankjegy. Az 2009-ben igen. Mondták ki. 3-4 éve még volt 200 igen. Forintos. Igen. Uh-huh. Papír 200-as. Bizony. Így van. Azért gondoltam, hogy ez mindenkinek a kezébe megfordult. Úgy tűnik, mint az Adi 500-as, hogy 10 éve nem láttam ilyet, vagy a zöld ezres. Tehát így. Nem, 3 éve még volt. 200-as? Igen. Milyen színe volt? Zöld. Zöld. Zöld és Károly Róbert volt rajta. Nem is, erre teljesen késett. Károly Róbert! Bizony. Igen. Illetve valójában nem Károly Róbert egyébként, hanem egy nyomdatechnikai cégnek az ügyvezető igazgatója. Ez egy elég nagy sztori volt, aki tényleg nagy port kavart a dolog, mert ugye Károly Róbertről nem maradt fent olyan portré, olyan illusztráció, ami alapján őt meg lehetett volna formálni, úgyhogy egy nyomdatechnikai cégnek az igazgatója modellt ült hozzá. Az milyen menő, amikor fölkerülsz egy pénzre. Igen. István, ez neked se rém lett nagyon. Hát nem nagyon. Ugye? Nem. Ez szerintem egy picit talán nehezebb volt. De végigasztaljon a tudat, hogy ez még rajtad kívül néhány embernek nem ugrott be. Köszi szépen. Jó, hát nincs ajándékcsomag. Sorry. Majd legközelebb. Oké, okay, köszi a játékot. Sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 14. előtt Magyaródi út, város felé beállt, Hókotrót 6 órás munkakezdésemtől fogva még nem láttam. Úgyhogy ott is nagy dugó van, Nagyvázsony után teljes útzár, ezt Csabi küldte nekünk, ott van egy nagyon-nagyon komoly baleset, és igen. Hát ott a Boráros téren is valami nagy dolog történt, mert ott se tudnak sokan átjutni. Valamint az Egér úton is nagy dolgok történnek, 6 kilométeres a sor, baleset miatt, de a hajam még mindig tart, ugyanis megfagyott, írja nekünk egy hallgató. 4 perc van pontosan, 9 óra várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, szakad a hó, szinte már az egész országban. És hát nézegettem, mint az időjárás előjelzés, van, ahol marad, van, ahol olvad, de olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy havazásra nem kell számítani, tehát nem napokig tartó, mint a fél méteres hó lesz, ma még holnap egy kicsit havazik, aztán úgy az ország nagyobb felében el is áll. Komoly hóra nem kell számítani. A kékesen meg fog maradni majd szerintem sokáig, ott most is mínusz 7 van. Hát 1000 méteren az már, ha nem azt mondom, hogy az örök hóhatára, de nálunk. Sajnos igen, nálunk igen. Ott megmarad, tehát ott van egy mínusz 7, mínusz 5, nem is nagyon olvad el, az jó. Tehát lehet menni sielni, ugye? Hát persze, mondtam egyébként, hogy csütörtök 9 órától. Hús! Te, a kékesen? Te született Alberto Tomba, te!
Na nézzük a közlekedési híreket. 61-es főút tiszta hó, csak lépésben lehet haladni, max 60 km per óra a sebesség. Könyves Nándi üzente nekünk. Baleset miatt állnak a villamosok a Kosztolányi téren, innentől lesz izgalmas beérni a melóba, szurkoljatok, Muci, küldte nekünk. A Hüvesvölgyi út lépésben halad, lesózták, kivéve a merőleges utcákat, ott szinte se le, se föl. Aláírás Gergely Robi kutyája. Emlékeztek, van-e Gergely Robinak kutyája, vagy nincs, ugye a randis adásban. M0-as 40-es kilométer M1-es felé autó az árokban ül, üzente nekünk Jos. Fogarasi út nagyjából a stadionok felé el is esett. Steve küldte nekünk. M7-esen Pest felé a 69-es kilométertől takarítják a pályát, ezért egy kilométeres sor alakult ki mögötte. Azt szerintem nem baj, dolgoznak, legalább az jó. És Pakstól Pécsig fosidő van, írja nekünk egy hallgató. M6-os elég rosszul néz ki, mert aki sávot vált, az nagy bajban van, csak az egyik sáv járható. Ezt Norbi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nem mondtunk semmi olyat, nem? Pécsi Norbi, nem, most nem csöröked. Nem. Ugye? Semmi. Korrekt információ közlés zajlott. A hallgatókra hagyatkozunk, amit írnak. Beolvassuk. Hiszünk neki. Ennyi. Nem? Hogy az most ki alá tartozik. De ha akar csörögni, csörögjön, mert jó arc, egyébként duválhatunk, meg minden, de hát... Persze. Már úgy érted, a magányos? Hát igen. Persze. Már megadtuk a számodat. Be. Igen? Persze. Hát délután is tudjon kit hívni. De a 30-ast. Igen. Ezt kikapcsolod mind. Na, figyeljetek ide. Figyelünk. Na, oda skubizzunk. Na, Hetszüljetek ide, kis csávok. Skubizzatok ide egy kicsit. Szörnyű tervem van, és szeretnék segítséget kérni. Mert hogy közeleg a farsang az óvodában. Jó, ide jó lesz. Hoppá. A farsangi időszak közeleg. És járja most a szülői munkaközösséget, nem nálunk, egy másik óvodában, csak olvastam az egyik barátomnál, hogy egy levélen terjed ugye az, hogy közeledik a farsang, milyen útmutatásokkal látják el a szülőket, és elhatároztam, hogy idén meg akarom nyerni. Ha törik, ha szakad, hihetek az első díjat. Idén elhozzuk a fődíjat. Mondjuk, volt idén egy kis... a Sebestyén család megnyeri a farsangot. Na igen, de az elején azért volt egy kis frajdi elszólás, és mindig arra érdemes odafigyelni, mint először mond az ember. Te pedig azt mondtad, hogy idén nyerni akarsz. Te egyedül, így van. Érted. Mindegy, hogy a végre összeraktad ezt a Sebestyén családot, de nekem már picit imbolyog ez a dolog. Nyilván a Beniben még nincs ilyen elszántság. A Viki készül a farsangra, de nem élethalál harc, hogy nyerünk-e, mint minden normális szülő, fölöltöztetni abba a gyereket, amiben szeretné, beengedni a farsangra, majd utána ugye hát lebonyolítva a farsang ünnepséget, hazozzuk a gyereket, de mondtam neki, Viki, ez egy harc. Aha. Ez egy harc, ezt most nem engedjük el, ezt meg kell nyerni. 2 hét múlva van a farsang, eddig elalibiztük, tavaly pont beteg volt, ebben nem mentünk, mondtam, most villantunk. Ennyi. Oda megyünk, megnyerjük, akit kell. Megveszünk. De tényleg akkor a akit kell, megfenyegetünk, idén nyerünk. A szóhasználatod alapján én úgy gondolom, hogy akár ebben a történetben, ebben a misszióban a Benny és a Viki csak a lőpor és a golyó. A löveg az te vagy. Így van. Tulajdonképpen ők csak kivitelezik ezt a dolgot, a hajtó rúgója az egésznek az én vagyok. Ment egy ilyen levél körbe, ez az egyik barátom mutatta, hogy február 14-én pénteken lesz a farsangi ünnepség, kérnek minden szülőt, hogy áruljon hozzá finomságokkal. Gyerek, nagyon szívesen. És leírták, hogy mire lehet számítani, mint dömping. Tehát mi az, amit mindenki meg akar csinálni? Mi az, ami minden gyerek lesz? Én megszereztem ezt a levelet, hát ha némi előnyre teszünk szert, hogy mibe indítsam el a Benit, amivel nyerek. Már hogy nyerünk, de hát... a díjat úgyis én veszem. Tehát mivel tudjuk megnyerni? A Beni nagyon cuki, ő még bármiből benne van, tehát ő úgy azért 5 éves lesz. Októberben még azért nem olyan határozott az elképzelés, tehát rá tudom beszélni erre-arra. A levélben benne volt, hogy hercegnő dömping, királynő dömping, hófehérke, kiskalóz, királyfi, pókember, Batman, Superman. Tehát ez felejtő. Terelés. Terelés. Mivel tudok nyerni? A saját készítésűvel, vagy a slágerjel? Na most csak állj meg egy pillanatra, mert Janinak volt egy nagyon jó mondata, hogy ez a terelés. Mindenki más akar nem lenni. Csak te akarsz nyerni. Érted? Ez minden apukának, anyukának, szülőnek, ez egy misszió, ugyanolyan misszió, én mint gondolom, egy, csak ez nem egy élethalál harc. Érted? Ez a túlélésért, a díjért, mi a díj? Színes lufik? Hát, még nem tudom, még nem hirdette ki az óvoda, de nem, mindegy. Valószínűleg egy torta. Érted, egy kosár bájgli. Itt nem is a díj számít, hanem hogy nem. Hogy Benny kimegy, átveszi, megnyeri, nem, ott állunk, ránézek a Vikire, látod? A mi fiunk. Ott állunk elől, fotózzuk. Hagyj kincsen majd én. Igen, venni át a díjat. Itt vagy. Maradj itt. Köszönjük, nem volt kérdés egy pillanat sem. Ugye? Nyug
nyugalom, mindenki őrizze meg a idegvérét. Tudtuk, hogy ez lesz. Gratulálok a bács! A második érzed, a harmadik érzed. Az is szépen csillog, az is. Ilyen szám ízleted. Szóval, a lényeg, hogy a család összefogott. A család összefogott, és ezt mi most megnyerjük. Mit csinálj? Nem vagyok rutinos farsangozó, hát eddig ugye azért Benni pici volt. Mondom, elmentél most egy információ kidönt, mellett, vagy hogy van ez? Hogy azt a levelet én azért áttanulmányoznám elég erőteljesen. Hogyha nem gépelt levélről lenne szó, akkor én azt mondanám, hogy vidd el egy grafológushoz, nézze meg, hogy kunkorodik az L-nek a vége, meg az M-nek a szára, mert hogy valószínűleg ők azért írták le ezeket a jelmezeket, hogy ezeknek a dömpingjére lehet számítani, hogy ezeket senki ne használja, senki ne öltöztesse annak a gyerekét, viszont és ők majd annak fogják majd öltöztetni. Tehát akkor ez egy olyan SMK-s levélet, mondom, ez nem a mi jobbinkban volt, csak egy barátom mutat, hogy egy másik SMK-s elindította, eltereli a szülői közösségét. Aki Batmannek szeretné öltöztetni a gyereket. Igen, senki nem öltözteti Batmannek, bejön a menő Batman és megnyeri. Ennyi. Aha. Rafkós ott a szülőség. Rafkós. Azt írja ez a levél még egyébként, hogy az üzletben vásárolt jelmezek is csodaszépek, de jó lenne néhány saját tervezésűvel találkozni. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy itt majd mi most azt mondjuk a gyereknek, hogy mit a vasember lesz, vagy pókember. Ki kell találni valami egyébét. Mi az, ami megy? Egyet ki dönt egy ilyen versenyen? Ez hogy van? Az óvónők, vagy a szülők szavaznak? Háromtagú zsűri lesz majd. Ki a zsűri? A főóvónéni, az igazgatónő ül benne, az egyik igen? csoportnak a vezetője, és az SMK-s szülő. Tessék, három ajándékcsomag. Így van, ha jól indulsz, ugye volt egy ilyen felhívás, hogy vigyetek valami apróságot. Tudom ajánlani a homárfarkat, tehát azzal azért így egy nagyobb készlettel azt már bejön. Tudom, hogy hol lakik a vezető óvónő. Tehát jóba vagyunk, szereti ebben itt, szeret minket, abszolút jóba vagyunk. Egy finom kis ajándékkosár, így landol a farsang előtt egy nappal este. Nem? Szerintem az nagyon jó. Vagy egy apró kis hatkarátos brill. Erzsike néni, ugye érti? Az a baj, hogy az óvónők meg a vezető óvónők becsületesek. Tehát náluk ez a fajta megvesztegetés, ez visszautasítaná, mert tudja, hogy akkor... nem akarja ezt elfogadni, tehát nincs szülői befolyásoltság érted, hogy te most odamész, egyik szülő ezt viszi, azt viszi, puncsolsz ott a vezető óvónőnek, tehát tételezzük fel, hogy mondjuk az óvónők nem megvehetők. Jó, akkor fenyeges meg őket. Ez a az is jó egyébként. Nézzük a következő lépés. Mi a drasztikusabb? Az egyiküket raboltasd el. Mondjuk az SMK-s. De nem, figyelj, akkor nem őket kell megvesztegetni, és nem személyre szóló ajándékot kell adni, hanem például nem vizes, például a óvodának az udvara. Hát mert éppensége le lehetne azt köveztetni. Nem? Egy jó kis, ez a pár száz négyzetméter viakolor, az meg se kotja. Azt az óvoda kapja, mindenki kapja. Tehát legyen egy ilyen, kérdezzem meg a farsangot egy hogy mire lenne szüksége az óvinak? Bemegyünk a wikibe, elkészítjük, mire lenne szüksége? Hát jó lenne, mit tudom, valami napfitorla a gyerekeknek, mert pont egy olyan a játszótér, hogy kevés van. És akkor már mondod, hogy ennyi. El van intézve. Megérkezett a napvitorla. Igen. Ugye, és kérdezek rá a farsangra? Egyébként a farsang mikor lesz? Ki dönt ott? Hogy dönt? Mi a jó? Ha építünk saját díszletet, Vikivel nekiállunk, és saját díszletet építünk. Bízzátok profira. Nem lehet egy második, nem lehet egy harmadik. Gondolod, a gyerek mennyire frusztrált lesz, nem ő nyer. Ugye? Hát ez eleve megengedhetetlen. Szóval már veled a nárai? Tessék? Kérjél meg a nárai. Hát persze, varjon már neki valamit. Profi. Hát igen, biztos, hogy én azt akarom. Igen, nekem nagyon tetszett az a mennyasszony jelmez, amit például a Norinak vart. Annak idején. Az esküvőjére? Azt láttam, az csinos volt. Jó, de nem, a hanghasonlóság miatt mondom, ez a Jani volt. Ja, persze, ez vagyok persze. Én nem mondtam. Én soha nem voltam vele jóba, tehát nem tudunk igazából összevetni. Na, de akkor legyen jó, valami... Jó, engem se kedvel. Legyen valami, ami aktuális. Igen. Jól áll a Beninek, és nagyon jó üzenete van. Legyen a Beni Thor. Thor? A mennydörgés germán isten. Tort most imádják, Beni Szőke, totál nordikus, abszolút passzol hozzá, igazi viking, marha jól néz neki. Mjölnérrel, egy kis kalapáccsal, kis palástal. De az le kell vetköztetni? Vagy azért a Thor az ilyen félmeztelen, nem? Vagy ilyen palást van rajta? A mostani ruhájára is ráhúzhatjátok, akkor izmosabb. Nem, azon gondolkozom, hogy az nem pluszpont, ha apuka ugyanúgy megy be, mint a gyerek. De, az jó. Tehát valami ilyet próbálok kitalálni, hogy de azon gondolkozom, hogy apuka megérkezik először, és felvezeti a gyereket. Öltöz Benninek, ő pedig öltözzön Balázsnak. Tehát lenne egy ilyen több szereplős jelmez, ott a család megelevenedik. Ez jó. És nem csak úgy simán betoljuk szőlőnek öltöztetve a gyereket, érted, mint a Bogyó és Babocában, hanem az egész család megjelenít egy jelenetet. Ez nagyon tetszik. És az plusz pont. Tehát mindenképpen meg akarom nyerni. Az meg jó, akarjuk Benni nyerni családilag. A szőlő, te a prés, és akkor a Viki egy üveg borna. És akkor az egész folyam. Hogy betotyog. Betotyog, mint egy bor. Tehát egy ilyen családi beöltözés. Az jó?
Megcsináljuk otthon a jelmezt, tökügyesség, kézügyesség, tessék. Milyen, nem tudom, csak és a hét többen, az kevesen vagy. Te több pontot adnál? Persze. Ha látod, saját, hogy az apuka beöltöző. Igen, azért is meg a saját készítésért, az biztos, hogy az sokkal jobb, mint ezek a megvett jelmezek. Ugye, hogy Mellow most ráakadsz egy Superman jelmezt, azt nem akarom. Ki van, még szülő is benne van a döntéshozatalban? Egy szülő általában, és akkor valamelyik csoportnak a vezetője, meg az igazgató. És az a szülő, ki az SMK-t szülő van benne? Vagy egyszer csak egy szülő jelentkezik, hogy ő most zsűri lenne? Hát szerintem SMK. Na hát ez hogy volt, amikor farsangod? SMK-s volt benne? Vagy ki, te voltál zsűri döntnök? Vagy sose de, voltál? De, soha nem írtam. Lehérted okokból. Igen, tudták, hogy nem lennék túlságos. De ti minek öltöztetétek, hogy hát meritek valami ihletet? Mi volt a virág? Ilyen Pokémon, meg királylány, meg ilyenek? Várjál, azt mondja, hogy igen, ő ilyen klasszikusokból öltözött, és amikor ő annak öltözött, akkor általában még voltak rajta kívül négyen. Tehát olyan igazán nagy sikertő sajnos nem maradott. Aha. Hát így remélem, hogy nyerünk, valami, mert Rákóczi Ferének öltöztek, mert most már túlnőtt rajta. Igen, tehát fontos az egyéniség. Nagyon. Hogy valami olyat, mondjuk a grúra van rágyógyulva, nem tudom, nézitek, a grú, tehát nagyon nagy grú rajongó. Tehát iszonyatos nagy grú. Tudsz, minek tudsz beöltözni? Nem tudom, azt sem tudom, melyik a grú, mert tudom, mindig megy a grú, de még a nem fekete, sikerült. A pisztolyos. A pisztolyos, a kis vékony lábú nagy test, nagy ő a grú. Testi, ő a grú. Imádja. Figyelj, ne. Imádja. De ne. Ez nagyon jó ez a vonal, amit mondtál. A minyon. Igen, a minyon. A minyon is jó, igen. A dupla felállás. Azt kell kitalálni, hogy olyan szerepet játszatok el ketten, mert hogy játszatok is, mert az még megint pluszpont, amiben mind a ketten benne vagytok. Tehát én lennék a minyon, a félszemű? Nem, én például inkább arra gondoltam, hogy legyél te George, Benny pedig Kuato. Az emlék másból. Queen, indítsátok a reaktor. Jó, akkor legyek Vasszili a Vörös Októbertől, ő meg legyen a torpedó. Vagy legyen Mini-Mi. És fölültetem ide a vállalat. Igen, Balázs, igen, és akkor bemész, és széttéped a melleden az inget, és ott lenne a Benny. Queen, indítsátok a reaktor. Hát, jó, akkor játsszuk el a 8. utas a halálból, aki szörnyed, érted? Lefekszem oda, hogy mi van, majd most reggeliztünk, és akkor az, hogy Benny kirobban, és meglepetés! Szétrobban a hasam, Benny kijön belőle, elvinnék mindent, nem? Jó, lehet, hogy lenne egy kis öklendezés, nem ott a zsűribe lennél, egy pontot nem adnál egy ilyen jelenetre. Hát nem? Szépen egy játszol, pontot. Akkor igen. Én így felejtem. Érted? A dögunalmas pókember, a halálosan uralmas Batman, meg a dögunalmas Bogyó és Babóc után befeküdnék a középre, szétrobbanna a hasam, és előbb újra belőle a Benny, tehát a Viki így áll a szegény, fognál fejét, az férjem, az én gyerekem. Ha én zsűri tag lennék, én így mennék, így tollám szét a tömeget. Húzzál le nyalókat, takarodj mosógép, itt az első díj, tihetek! Hát nem mond, hogy nem így kell egy ilyet megcsinálni. Hát nem. Óriási lenne. Én mondom, a több szereplős vonalon haladok. Tehát én ebben nagyon hiszek, hogy valami kis miniatűr, kis esztrád jelenetet kell ott előadni. Bevetni magunkat, hogy megnyerjük a farsangot. Nem. Ezt gondolod, de ülsz a kocsiba, a családoddal mész haza, elhoztátok az első helyet, hátranézel a gyerekre, ránézel a feleségedre. Megpuszidod a díjat. Mert te haza megcsokolod a díjat, kirakod a többi közé. Tehát nem mond, hogy nem egy életérzés egy farsangot elhozni. Hát vagy nem tudnál eljátszani. Mindenki nyerni megy, csak senki nem ismeri be. Ugye? Én legalább fölvállalom. Ami még ennél is jobb lenne szerintem, mert az tökre szeretik. Hát látták ugye csomóan a gyerekek a Szilajt, meg ilyesmi, hogy, vagy a Fehér Lófiát, hogy játsszál el egy vemhes kancát, és ott a helyszínen, hogy esetleg a Bennyt meg tudnád elleni. Szerintem az óriási. Mint az észent. A gumit így húzd le szét a seggedet. És Bennyt betanítom, hogy húzza szét a gumit a fenekemen, először fejjel, kis pelenkába. És kiesi. Fölállunk, meghajolunk. Bajola! Ne mondta, hogy... Én ellovagolok, a Benny meg elhozza hát a díjat. Hát lovas nemzet a magyar, aki ezt nem értékeli. Ha nem, de vagy mint az Ace Ventura-ban, egy orszavulban megszülöm a Bennyt, nem? Megvagyunk. Először megérkezik egy orszarú, Viki lenne a hátsó lába. A létezés csodája. Én vagyok az első lába. Beállunk középre, néma csönd, senki nem érti, ki ez az orszarú. Mozgulódik az orszarú hasa, szétnyílik a feneke. Benny megjelenik, kibújik, és megvagyunk. Azonnali első hely, nem? Na, hát, koppantok az állat. Na, mi van nyalóka? Na, mi van robot? Na, mi van mikrobi? Mi? Koppant a fém állat. Várjuk ember, húzzá már még be. Erre van regumot. Ki az elsődi? Hát gyerekek, nem tudom, mi az ajándék, meg kell tudni. Nem érdekes. Tényleg, az ajándék. Egyébként én arra is rámegyek.
Itt azt számít, hogy kinek hozni. A neve szerepel majd a 2014-es farsangi almanakban. Igen. Kinek a neve, kinek az anyukája, kinek az apukája lesz beírva. Ennyi, hozni kell. Tehát ez, ez, eljátszhatjuk, hogy minket ez nem érdekel, meg jaj, mi nem nyerni, menjünk. Hagyjuk már a hülye dumát. Minden szülő azért megy, hogy a gyereke megnyeri a farsangot. Ez egy hülye duma, hogy persze csak a jelenlét, meg jaj, de aranyosak, de hogy is, minden szülő dagad az önbizalomtól, amikor a gyerekét kiszólítják, hogy megnyeri, nem? Illetve traumatizált sebeket ápolsz otthon, amikor a gyerek nem nyer, és zokog neked a hálószobában, hogy pedig az ő jelmeze volt a legszebb. Hát vállaljuk fel egyértelmű, hogy nyerni megyünk. Nem? Hát igen. Azt nem viseljük már, el, nem? Már ha vigasztalodni gyereket, és nem az baj, takarodj a szobádba! Hogy lehetsz ilyen hülye, hogy tudtad ezt így elrontani? Szóval csoportos jelenetben kell gondolkodni. Igen. Csoportos jelenetben. Mitológiai jelenetben, történelmi jelenetben. Ne hagyjatok kétséget. Semmi. Ne hagyjatok kétséget, ha fel, hogy ti fogtok nyerni. Értem, már amikor bemész, akkor mondjad a vezető óninek, hogy itt az aranyfésztól a nevünknek? Csokolom, tessék kezdeni beírni. Igen, igen, valami ilyen kell, hogy nem vagyunk egyből felismerhetőek, elindul a jelenet, és ott kibontakozódik a többi szülő előtt maga a nagy jelenet. Mm. Aminek a végén rájönnek, hogy hát ez csak a Sebestyén család lehet. Ilyet senki nem csinál. Mi van, ha például a farsangra farsangi győzteseknek öltöztet? Elnézést, önök mit alakítanak? Mi vagyunk a farsangi jelmezőverseny győztesei. Nem hirdettünk eredményt, de mi azt játsszuk el, hogy mi vagyunk a farsangi verseny. Nem érti, mi vagyunk azok, akik megnyertük, ezt játszok most el. Igen, Beri dobol, fölvezet nagy palástal, egy kis koronával megérkezünk. Viki, a királylány, bevonulunk. Hát szerintem több jelentetesben senki nem gondolkozott, higgyétek el, sajnálom kicsit, hogy elmondtam, mert most erre mindenki rámegy. Mondjuk, ez a dobos most nekem nagyon tetszett megint. Tehát egy kis dobos lenne, Benni bedobol, és te pedig eljátszod mondjuk a király új ruhája című mesének a főszerepét, ahol ugye a király azt hitte, hogy ruha van rajta, de nem volt rajta semmi. Igen. Csak elmesélték neki, hogy ruha van rajta. Na, ezt szerintem például az anyukát nagyon értékelnék. Benni elkezd dobolni egy picit. Nagyon meg vagyunk. Ádám és Éva, megérkezünk mesztelenül. Megszülöm a Vikit. Nem. Az oldal bordámon kipréselem, kiműtik a Vikit, és valahol közben megfogan a kis Beni. Igen. És megtörténik a szeplőtlen fogantatás, megszületik. Kell egy belgyógyász. Ti jöttök, előadunk egy teljes jelenetet. Jöttök, mint három király, arany, de hogy kettő. Mirha, tömjén. Hát szerzünk még valaki. És az egész kis Betlehem. Hát a szeretek király. És az egész kis betlehemi játékot ott letoljuk. Nagyon jó. A születéstől kezdve ugye a jászolban, a kis üldőjél, a három király látogatása, jön a pákó, egy kis 10 perces kis esztrád jeleme. Nagyon jó. Tehát valami ilyennel kell, ez egy sima hagyományos odaállsz, lovag vagy, nem nyersz, ez már segít. Gáspár mennyért Vadon Jani. Ugye három királynak, hát nem mondjátok, hogy nagyon jó. Ugye? Beszállnátok? Akkor én is elmegyek cserébe a tiétekre, tehát akkor lehet egy ilyen körbevonulás. Ez jó. És mindenhova ugyanazt a szettet visszük, vagy változtatjuk? Nem, hát kicsit, megnézzük, hogy mekkora sikert talált az elsőben, és akkor utána megyünk tovább. A mezőtúriak tudnának adni állatokat. Aha. A jászolhoz. A jászol mellé. Ja, gyerekek, muszáj, ez egy presztízsharc, meg kell tudnom pontosan, mikor van. Mi van, ha beválasztatom magam a zsűribe, de az nem jó, hát az nagyon egyértelmű. Hagyják, majd én. Igen. Majd én pontozom. Hát a láda nem tetszett, Bogyó és Babóc, de ki az ott mindenki, barnéz gyorsan. 8 pontocskát beírunk. Figyelj, szerintem ugye, hogy a csoportos jelenetben van a megoldás? Igen. Jó. De szerintem a lovas, figyelj, a lovakhoz értesz. A lovas nemzet jól vagyunk. Tudod hozni. Tényleg. Igen. Egy jó ellés, érted? A végén még megeszed a méhlepény. Szerintem. Ha ezt csinálja utána meg. Azért az megvagy, hogy te térdelek az óvoda csoport közepén, és eszem a méhlepét. Nagyon fújtatok közben. És a Beri pedig vidám a poroszkál körülötted, mert a kis csikok ugye nagyon hamar lábbal. Gyerekek, meg vagyunk. Azt gondolom, hogy jó nyomon vagyunk. Egy kicsit kellett csak gegelni, szerintem ezt elhoztuk, nem? És érzitek már? Ez a győzelem szaga, megvan? Érzitek? Ez a győzelem. Ami most a szátokban van, az a győzelem íze. Ez az év a ti évjetek. Gyerekek, és még el se kezdtük csinálni, ezt már megnyertük. Döbbenet, nem? Kicsit itt dumálunk, hát ilyen hamar.
Te mi voltál utána, vagy mi volt nálatok? Amivel nyertünk, az a robot volt. Meg is nyertétek? Persze. Nagyon helyes. Rendes kartondobozokból. De azt csináltátok otthon, igen, tudom, azt mondtad. És akkor fóliával bevonva, és apám csinált bele egy ilyen zseblámpából valami villogót, ami nem villogott, csak akkor, hogyha benyúltál a jelmez alá, és nyomogattad a zseblámpának a gombját. Tök menő. Nagyon jó, és rendes robotfej volt, és ezzel, ez egy első helyet ért. Erre emlékszem. De most érzed, hogy erősebb vagyok a robotnál? Sokkal, nem. Tehát most mit érzel ezek után, hogy hozható a robot? Tehát egy robotot le tudok nyomni? Le tudunk így családosan? Ez sokkal jobb. Ugye, hogy sokkal. Jó a robot, de most ezt így elmondva, ez megvalósul, a robot reszketett. Ja, a robot 76-ban volt menő. Hát, azért az érted. Jó, hát, de tudtatok vele nyerni, akkor azért a robot még egy ilyen retro vonalat képvisel. Jó, de volt egy második hely is Ferének, egy gémes kutka. Az két évvel később volt, de igazad van. Igen. Azt írja, aki öltöz Péter Árpádnak, sima győzelem. Az is jó. Mint hójelentés? Kell. Miki lesz a riporter, aki kikapcsol? Benni lesz a hó. Te állsz egy mikrofonnal, és nem szólalsz meg. Senki nem fogja érteni, tényleg, mi történik. Mert akkor Mikit fel lehetne így húzni, mint itten hókot a plafonra, és onnan szórná a havat mögé. Mikit egy ilyen csörlővel felhúzzuk, ő megszór hóval, én leszek Péter Árpád, a Benni lesz pedig, aki kikapcsol a stúdióból. És ilyen komplett jelenetet előadunk. Mint Péter Árpád, amikor kapcsolták, ugye, mint a tegnap a Tibi mutatott. Érek a hallgatók, én a fiam a Star Wars-ból választottunk, terhes voltam, én testesítettem meg a túl exponált Leját, ő volt Luke. Az alábbi szöveg hangzott el, az igazság oda át van, de az erő velünk, írja erre. Tehát ők is jelenetet adtak elő, látod? Tehát ott volt, hogy nem csak beküldték a gyereket szenvedni egyedül, hanem egyfajta jelenet volt. Na jó, megtudom, hogy mikor van, és akkor rákészülünk. Jó? Jó. Mondjuk, hogyha ezt hallották, akkor szerintem csak küldjék el a díjat. Hagyjuk a farsangot a fenébe. Hát nem? Ennyi. De az is mindegy, hogy a Benni mit akar. Ugye az se érdekes. Tehát nyerni kell. Ha hozható az, amit szeretne, akkor igen. De hát ez egy családi döntés eredménye lesz, hogy mi. Tehát itt nem kitalálja. Családi döntés, hallod. Családi döntés. Hát ha most a grú szeretne lenni, akkor azt mondjuk megspékeljük. Na jó van. Ódörögd. Remélem, jól mondom. Azt hittem, hogy megátkozol valakit. Ódörögd. 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 Átkot tettem az óvodára, igen, csak ennyihetek. Zala halál között baleset van, ez ebben a pillanatban jött, teljes az útzár, úgyhogy ott mindenki figyeljen, és az M3-as Pestől Debrecenig egészen jól járható, ez taxis öcsi küldte nekünk. 9:30, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz, pontosan 8 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Farsangról beszélgetünk, hogy mi a nyerő. Ugye jön a farsangi szezon, és hát minden szülőnek vérben forog a szeme, ha beismeri, ha nem. Nyerni kell. Nyerni kell. Vagy a gyerek miatt, mert ő akar nyerni, mert már egy kicsit nagyobb, vagy a szülői öntudat miatt, egyszerűen el kell hozni a díjat. Ez a helyzet, nem? Tehát itt nincs második helyzet, nincs harmadik helyzet. Mindenki azért, mert hogy nyerjen, vagy beismered, vagy nem. Nyerni mész. Ez a helyzet. A második. Csak az első számít. Csak az első számít. Igen. Nagyon jó megoldások jönnek egyébként, hogy mi lenne a jó. Tehát valaki azt írja, egyébként ez mint nagy jelenet eljátszandó, hogyha a Benni láthatatlan embernek öltözik, ha? Akkor a Viki megáll az egyik oldalon, én a másik oldalon, Benni nem is kell, ott vagyunk. Már jó. Kifeszítjük a rajtszámát egy kötélre, és a kötélen áthúzzuk a rajtszámot. És semmi, sehol. És mekkora ötlet. És Benni, és magadhoz öleled a rajtszámot. Hazamegyünk, elmondjuk, Benni, megnyertük a farsangot. Zseniális. Itt vagyunk, áthúzzuk a rajtszámot, egyik oldalon a másik, és azt mondjuk, a láthatatlan ember. Mekkora ötlet, nem? Viki el az egyik oldalon, én a másik oldalon, kötél középen, a láthatatlan ember, és a rajtszámot áthúzzuk. És csak a rajtszám. És csak a rajtszám, semmi nem. És jó láthatatlan ember, Benni pedig egy másik csoport, egyik nagymamánál valahol. Hazamegyünk a serleggel, és elmondjuk, megnyertük a versenyt. És a rajtszám is legyen egy 20-as damilon. Azt se látszó, hogy vagy tüzőgépezetek rá két kesztyűt, két oldalon. Tényleg, az nagyon jó, két kesztyű fogja a rajtszámot, és így megy a rajtszám. Vajola? A láthatatlan ember. Nagyon jó. Valaki azt mondja, hogy legyen egy Federer Nadal. Benni kap egy kis fejpántot, egy teniszütőt, leterítünk ott egy ilyen kis gyepszőnyeget, és előadjuk, mint a 2009 Wimbledon. Az nem jó, mert neked az presztízs kérdés. Az a baj, ott nem veszíthetek. Igen. Ha én vagyok Roger, ott nem veszíthetek. Igen, az nem jó. Az a baj, hogy túl nagy köztetek a korkülönbség, akkor legyen mondjuk egy Rod Laver. Stefan Edberg. Mert akkor még elhiszik róla, hogy a pici Edberg lenne a Benni. De mi van, ha játszunk egy ilyen vegyeset, hogy, mint amin a Kuznyecova lenne a Viki, vagy a Martina Navratilova, a Benni a labdaszedő, érted? És én meg szervágatok. Tehát valami ilyesmi. Ez is nagyon jó.
Igen, nagyon sok szülő írja, hogy náluk nagy csalódás volt, mert hogy nem nyertek egyébként, és utána próbáltak magyarázkodni a gyereknél. Azt írja egy hallgató, hogy a mi óvinkban nincs verseny, mert a kicsik még rosszul veszik a vereséget, csak táncolnak és játszanak. Egyébként ez egy humánus megoldás. Kudarc élményként kezeled azért a 4-5 évesen, ha nem nyersz. Tehát ez egy emberbarátibb dolog, hogy nem versenyezteted őket, egyszerűen csak eljátszol de valami. Nem érted meg, hogy ez nem róluk szól, az hanem baj, rólunk. Igen, az a baj, igen. De megértem a szemléletet, ez egy jó szemlélet, igen. Most nem tudom, hogy nálunk lesz-e, mert mondom, ez az egyik opció, ugye, hogy Rákóczi Ferére költözik a virág, illetve még lehet, hogy Külklopsznak. És én játszhatnám Odysseus egyik pórulját, társát. Akit megevett. Rajzolnánk egy szemet a feje közepére, a két szemét letakarnánk, azt igen. Valaki azt írja, szerintem szervezetek rá egy kitelepülést. Az egy finom nyomás, nem? Itt vagyunk az üvegstúdióval, az óvoda udvarán, hamarosan eredményhirdetés. Szervezünk oda egy kitelepülést, nem? Látom is a győztes! Igen. Hát egy finom, egy ilyen kis hátszélel megtoljuk a gyereket. Vagy már eleve jelzett azt, hogy jótékony célra akarjátok felajánlani egy nyereményt, de csak akkor, ha ti nyertek. Készüljetek, hogy a szülős jelenet bukta, mert ezután a műsor után az egész óvi szülni fog. Igen, picit ezt a páros jelenetet, hát ezt sajnálom. Ez egy nagy hiba volt. Ez egy nagyon nagy hiba volt, ezt elmondani, hogy mi páros jelenetben gondolkodunk. Vagy egy több szereplős jelenetben. A fiam 2 éve meg is sült krumpli volt. Aha. Totál bejött minden gyerek, őt akarta rákcsálni. Hence ír a Sopronból. Ez egy jó ötlet. Hát de nyerte. Azt értem, hogy a többieknek tetszett. Igen. Igen. Tavaly a kis csávot beöltöztettük hűtőnek. Őrület volt. Anyám mindig vart jelmezt a lányaiminak, anyósom óvi vezető, és még soha nem nyertek a lányok, írja Fabandita. Szegény. Hát ott gondolom a családi vonatkozás miatt nem mernek inkább bundázni. Öltözz Zetornak. Mi eddig mindig nyertünk otthon készített jelmezzel. Paradicsomleves volt betűtésztával, megybefőtt vagy Mikulás csomag, írja Vivi. Valószínűleg az otthon készített jelmez a menő, ugye? Tehát az megy. Ez a standard, azt már nem pontozzák. Hát igen. Azt már nem pontozzák. Igen. Na jó van. Jó, vannak itt helyes ötletek egyébként, hogy mit lehet csinálni. Kedves Sebestyén úr, önök távollétükben megnyerték a jelmezversenyt. Kérjük, maradjanak távol az ünnepségtől. Üdvözlettel az óvoda. Szörnyű ezt így hallgatva, tényleg egy nagy hazugság a gyermekkorunk. Jézuska, Mikulás, télapó, ajándék, szülinap, balagás, farsang. Apa szeret. Apa szeret, igen. Egy hazugság halmazban növünk föl. A répa, az angyal, a főzelék, a kinőtt mell, nem? A növés. Hello, Csabi! Szavasztok! Szörnyű, de tényleg így van. Nekem a répa volt, az maradt meg. Sőt, most rá is kérdezett pont a múlt héten kisebbik fiam. Répa, hogy még megvan, fia. Hogy tényleg, mert hogy valószínűleg az óviban mondták neki, mert ilyen hülyeséggel mi otthon nem etetjük, répával igencsak a hozzátartozó legendával, hogy tényleg megtanulok akkor fütyülni? És mondtam, hogy nem, a répától nagyobb leszel, és a nagyobb leszel, tudsz majd fütyülni, ha megtanulsz, de a répától biztos nem. De én ettem a répát gyerekkoromban, valamiért azt gondoltam, hogy jó, ha az ember tud fütyülni. Igen, tehát volt benned egy ilyen komplexus, hogy úristen, mi van, nem tanulok meg fütyülni? Egyébként mi van, ha nem tanulsz meg fütyülni? És nem lesz belőled Haki Tamás. Igen. Haki Tamás mekkora volt. De igen. Csabi, nem veheted a gyereknek az álmét, nem lehetsz ennyire racionális. Nem ülhetsz le este úgy mesélni, hogy figyelj, Romeo, előre mondom, se törpék, se óriások, se beszélő állatok nincsenek, csak azért olvasok neked, mert marhónalvason olvasok, elálmosodsz, és akkor lefekszel hamar. Ennyi. Egyébként jó, az összes többi az megvan, tehát Jézuska hozza a karácsony ajándékot, meg még van húsvéti nyúl, meg ilyenek. De amúgy is szereti a répát, tehát nem kell eljátszani azt, hogy a répát azért kell megenni, mert a répát azért veszi, mert finom, meg jó, meg van benne mindenféle vitamin. Hál' Istennek megeszi ezt a répát önmagáért is. Mi van? Hát csak az eszemültött is, Jézusket hogy adjátok be, hogy Laura mondja, amikor bejössz a szobába fél és szegény, Jézus. Hoztál ajándékot? Hoztál ajándékot? Na, hívjuk a naphallgatóját. És semmi. Nem tudom, mit akartam mondani. Igen. Nem. Sőt, az én fiam még a pókemberben is hisznek, hogy ez egy igazi. Miért nem? Ó, oh, hello Balázs, morning show, ciao. Hello. Hello. Azaz. Azazám. Ej, de kár. Nem hiszem el. Hello. Sziasztok. Gondolkoztál rajta, vagy olyan bizonytalan voltál? Igen, gondolkoztam igazából. Csak most pont egyik kolléganőmmel beszélgettem, és... Ah, na mindegy. Így jártam. Nem baj.
Igen, nyertem B-vizet. Azt nem. Vagy úros batyút. Batyút. Tudod, mit nyertél? Fél, mutatom. Egy batyút. Jó kívánságot. Jó kívánságot nyertél. Figyelj, nagyon helyes az SMS, amit írtál, csak sajnálom, hogy nem mondtad, hogy morning show. Igen, ugye a tipikus gyerekkori mondatokról, hogy hazugságokról beszélgetünk, azt írtad nekünk, amíg az én kenyeremet eszed, addig azt csinálod, amit én mondok. Én már 50 vagyok, eltartom magam, de még mindig azt csinálom, amit anyám mond. Jó, hát nyilván nem, nem vagyok 50 éves, de... Igen, de helyes volt az SMS. Ismerek ilyen embert. Igen, meg örülünk, hogy lány írta, mert hogy ritkán szoktál csajok naphallgatói lenni. Hogy hívnak? Nem írtad alá? Evelyn. Hello, Evelyn. Hol hallgatsz minket? Hát Lőrincen. Na, komolyan mondom, nem hiszem, hogy 10 millióan vagyunk, és minden héten van 3 lőrici. Hányan vagytok ott lőrici, hogy mi van ott valami? Nem tudom, én itt dolgozok, egyébként újpesti vagyok. De vagy adókedvezmény van nálatok? Vagy én is költözök? Vagy jobban szólunk? Vagy mi van Lőrincen, Jani? Hát lehet, hogy itt jobb a térerő, vagy én nem is tudom. Igen. Na mindegy. Evelyn, sajnos nem tudunk adni, bármennyire is adnánk, sajnos nem mondtad, hogy morning show, úgyhogy hát te vagy a naphallgatója, csak nincs ajándékcsomag, jó? Jó van, nagyon szépen köszönöm. Igazán is itt vannak plusz ajándékaink? Van egy ilyen tanfolyam, ha oda szeretnél elmenni, jó? Ma pont meghoztuk a kedvet ezzel, mert egy fertőzött hajóról beszéltünk, és egy hajópincér tanfolyam az ajándék. Én meg gondolkoztam, hogy lehet el kéne menni egy Karib-körútra. Igen, ennek most abszolút itt van az ideje. Evelyn, köszi, hogy minket hallgass, ciao. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok. Hello, hello. Szia. Meg van egy milyen mixeriskola. 50 ezeres utalvány. Az jó. Aha, az jó. Barista képzés, bár mixer, az jó. Vagy beelhasználod, vagy oda ajándékozod valakinek. Csabikám, voltál sportolni hóesésben? Ma nem, ma hólapátolás volt, illetőleg hát a hó elsöprése és némi sózás, hogy nehogy megcsúsztanak ott a nénik bácsik az úton. Ugye nem tudom, tudjátok, hogy a sarokházban lakunk, tehát az egy viszonylag hosszú folyamat. Igen, dupla, oldal. De sikerült megoldanom. Rátok, ez most vár, tehát én már megcsináltam adás előtt, nektek pedig most jön ez a feladat. Mennyi fussál hóban? Isteni. Jó, tényleg. Futottam hétfőn, a mai futás az majd... még havacska volt, de ez a most. De majd délután, vagy holnap reggel bepótolom. Csak ott botladozol, hülyén esel kelsz a hóba. Persze, négy kézzel futok. Nem, sosem futottam még hóba, csak jelentem, hogy megbotlasz, átesel a havon. Ilyen kesztyűkkel húzni, hogyha elesel, ne fázzon a kezed. Ilyen egyszerű. Remek zenéd lesznek ma is, Csabi? Képzeld el, elvároztam, hogy ki mit fogok ajánlani, na. És abban a pillanatban oldalra néztem, és itt látom a Balanyi Szilárdot. Biztos jön a... Megjelent. Biztos jön a... Szevasztok. Valami műsorba, a Szanihoz, vagy a Kisorsihoz. Van nekik a Kaktusz Liget című lemezük, amiről azt írják ők maguk, vagy azt mondják, hogy szembe mentek egy kicsit a trendekkel, nem a legmodernebb stúdiókban vették fel, és digitalizálták, hanem ilyen házi analóg stúdióban vették fel, tehát ez áll a legközelebb ahhoz a hangzáshoz, amit ők a koncerteken produkálnak, és tudjuk róluk, hogy koncertenük nagyon-nagyon jók. Így aztán semmi meglepődés nincs, amikor hallgatjuk az új dalaikat, hanem pontosan azt kapjuk, amit ők annak. De hallatszik a különbség? Tehát, hogy nem meghallgatja valaki, aki nem bájtfülő, az megmondja a különbséget? Nincs benne semmiféle utójavítás. Tehát az analóg az azt jelenti, hogy azt hallod, amit ők ott annak idején eljátszottak. Nem lehet hallani benne, de Csabi most elmondta, hogy már mindenkit. Így most már beleképzeled. Úgy sem mondtunk volna róluk egyébként rosszat, meg kiválók is csapat, de így, hogy a Szilárd befele néz. Igen, hallod, aztán pláne nem. Szilárd, hallod, olyan jók, Mimi. Az új dalukat eljátszol. Hallod, annyira jól, Mimi. De egyébként kedvelem őket. Senki nagyon rendben vannak. Az új dal, úgyhogy ezt ajánlom nektek is. Na, meghallgatjuk. 555-55-00, Csabi telefonszáma változatlan, itt tudtok tőle dalt kérni, szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Mond. Hogy az újpesti. Ja, igen, hú, de jó vagy, de jó vagy, Feri. Köszönjük a reggelit. Igen, drága Tivadarom küldött egy ilyen kisebb csomagot, amiből egy komplet iskolát meg lehetne így debéletetni. Egy hétig, igen. A Tivadarom, mi hentesünk, ugye? Így van, igen. És akkor ő küldött nekünk hát némi apróságot. Fú, nagyon, köszönjük. Nagyon komoly kis reggelit kaptunk, igen. Nekünk. Sajnos köszönjük nincs szépen. Már Csabi, úgyhogy bocs. Tudod, a sisere had. Igen. Hol a telefonszáma? Azonnal fel kell hívni. De mi lekvárokat küldött, kenyere nagyon-nagyon helyes volt, igen, köszönjük neki. Na, mindenkinek szép napot, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok, ciao.